Ez most egy hangpróba. Jó reggelt kívánok!
konferencia programja iránt érdeklő közönségünket. Örömmel nyugtázom, hogy vannak ilyenek. És természetesen megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm az előadókat, akik elfogadták a felkérésünket és vállalták, hogy előadnak a konferencián. Ahogy szétnézek a teremben, azt látom, hogy előadóinknak nem mindegyike érkezett még meg. Többek között egy olyan kolléganőnk sem, aki az első szekcióban szerepelne. Bízunk benne, hogy menet közben be fog futni. Ezért jelzem, hogy egy apró cserét hajtunk végre az első szekció sorrendjében. Szerintem most szól vissza. Igen. Szia Ági, csak jelzem, hogy várunk. Kezdünk. Jó? Jó. Rendben. Szia. Egy rövid közjáték nyomán, tehát azt a megnyugtató hírt tudom megosztani minden jelenlévővel, hogy úton van és dinamikusan közeledik felénk Széchenyi Ági, tehát a programnak csak a sorrendje módosul. Tehát, ahogy említettem, még egyszer szeretném megköszönni az előadóknak, hogy elfogadták a felkérésünket. És hogy ne lépjek úgy le, hogy be sem mutatkoztam, amivel kezdenem kellett volna, tehát Gintli Tibor vagyok, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, illetve a Modern Magyar Irodalomtörténeti tanszék vezetője, és ebben a minőségben köszöntöttem most önöket, és rögtön át is adnám a szót Pap Ágnes Klára elnökasszonynak, aki az első szekció levezető elnöke. Kedves hallgatóink, működik ez a... Köszöntök minden jelenlévőt, és azt javaslom, hogy egyből kezdjük meg az előadások sorát. Elsőnek Sebők Melinda, a kolléganőmet kérem fel az előadásra, aki a Károly Gáspár Református Egyetem docense, és aki Szabó Magda pályakezdéséről fog beszélni nekünk. Tisztelt elnökasszony, tisztelt konferencia, köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, és az előadásomban Szabó Magda pálya kezdetét szeretném bemutatni néhány jellegzetes mozzanat alapján. Az előadásomat egy Lengyel Balázs idézettel szeretném kezdeni. Lengyel Balázs így összegezte Szabó Magda pálya kezdetét. Szabó Magda csaknem kész hangon, érett formakultúrával kezdett írni. Amit csak olvasóként el lehet lesni a tehetséges utódnak, a lefogott, sima előadásmódtól a formai bravúrokon át a rafinált rímhatásokig, mindent ellesett a nagy nyugat nemzedéktől. Már-már szecessziósan díszített korai verseiben azonban több van a megtanulhatóknál. Benne van egyénisége, saját színe is, a dolgok közelnézeti, alanyian elfogult megfigyelése, a nyelvi kifejezés vagy a képsor választékossága. Szabó Magda költőként kezdte pályáját, már a debreceni Dóczi Leány Gimnázium önképző körének lelkes diákjaként jelentkezett szépirodalmi alkotásokkal. Írói tehetségét mutatja, hogy középiskolás korában az önképző kör vers, próza, esszéíró és műfordító pályázatát is megnyerte. 1933-ban, 16 éves korában jelent meg első publikációja a Mi útunk című lapban, Úgy látja ő, így látom én címmel. Ebben az írásában érzékletesen fejezi ki az érettségi vizsga sorsfordító jelentőségét az ajtó metafora konnotációival, mikor azt írja, az érettségi egy ajtó, amely kitárul előttünk. Míg zárva volt, táncoló rózsaszínű alakokat láttunk az üvegén, s átlépjük, hogy megfakulnak ezek az alakok, milyen színtelenek lesznek, és milyen hideg van az ajtón túl. Néhány korai zsengéjét leszámítva Szabó Magda költőként kezdte pályáját, a lírai megszólalás első komolyabb kísérletei a Debreceni Egyetemen töltött évekhez köthetők. Legelső verseit a debreceni csokonai körben mutatták be,
Az irodalmi társaság a csokonai kultusz ápolása mellett igyekezett elevenebbé tenni Debrecen szellemi életét, irodalmi ünnepségeket, felolvasó esteket szerveztek. A magyar latin szakos egyetemista Szabó Magda csokonai körben bemutatott verseit a debreceni képes kalendárium közölte, főleg tájversek voltak ezek, ilyen például az aratás, őszi siratás vagy tiszamenti táj. 1937 tavaszán maga is olvasott fel néhány saját verset. Első lírai szárnypróbálgatásairól a debreceni újság és a tiszántúli független újság adott hírt. 1938 és 1944 között szinte minden évben jelent meg költeménye a debreceni képes kalendáriumban. Juhász Géza költő irodalomtörténész a Debreceni Felsőkereskedelmi Iskola tanára, és az 1927-ben megalakult Debreceni Adi Társaság ügyvezető elnöke is felfigyelt verseire, Szabó Magdát a líra hangját egyre biztosabban megtaláló költőként említette. A debreceni képes kalendáriummal párhuzamosan 1938-tól az évtizedes hagyományokkal rendelkező Herczeg Ferenc szerkesztette szépirodalmi képes heti lap az Új Idők is közölte 9 versét. Az 1930-as évek végén keletkezett verseken a nyugatos reminiszcenciák sejthetők, a Kosztolányira és Tóth Árpádra emlékeztető méllabús tájfestés zeneisége, a nyugat hagyományaiból fakad, a hangulatlíra prózai dikciója, hosszú versorainak lírai áradása azonban a nyugat-európai modernség poétikai eljárásait is tükrözi. Ha összeolvasjuk az 1930-as évek végén az Új Időkben megjelent versek kezdő sorait, mindegyik a nyugat hagyományait idézi, mint például a Merre van című vers ezüstös tájának megfestése, melyben így ír, künn az erdőn jár a nyár már, s hogy az este erre száldos, fenn a hold szelíden alszik, színezüst a néma táj. Ehhez hasonló a szeszélyes április csalfa tavaszának képe, ez a vers jó példa arra, hogy az impresszionizmus színgazdagsága is hatott korai költészetére. Az erdőn ablakom alatt vörös ruhában állanak a fák tavaszi díszben, de megnyílik a messzi ég, zenélni kezd a messziség, hó záporos szelíden. Ezernyi kósza hópehely ömölni kezd, fehér teher bíbor ruhájú fákon, csak nézek ki az ablakon, s a tegnapot kutatgatom, ezüstre őszült tájon. És ugyanezt a költői gyakorlatot figyelhetjük meg az Ezüst monológ című versében is. A háztetőnk ezüstporos, a hold szelíden záporoz a néma esti tájon, itt langyos szél és némaság, ezüstben fürdő néma ház, és elkerül az álom. A belső rímekkel játszó, lágyan elomló versorok visszatérő témája a magány, leggyakoribb szavai ezüst, néma, éj, hold, táj. Ami az Új Időkben megjelent verseket illeti, éles váltás figyelhető meg az 1930-as évek végén, 1940-es évek elején közölt, és az 1945-ben, 46-ban megjelent versek között. Az 1946-ban közölt Szerettet című szonetben nem csupán formát vált a költő, de hangja is elkomorul. A lágy líra keményebbé, feszesebbé, fenyegetőbbé válik. A Szerettet című szonett utolsó tercinájának hasonlata is bizonyítja a lírai hangmódosulást. S emlékek lengnek át, mint mélybe roppant piros halak, ha átlengenek rajokban holt tengerészek bordaívein. Ezt a versét néhány szó megváltoztatásával már felvette válogatott kötetébe is, Holt tengerészek bordaívein címmel. Az Új Időkben közölt szonett érzelgős hangulatlíra helyett a II. Világháború keserű tapasztalatát rögzíti. Szabó Magda, mire 1940-re befejezte magyar latin szakon az egyetemi tanulmányait, már dúlt a II. Világháború, melynek tragikus tapasztalata meghatározó élménye lett. A háborús traumáról ezt nyilatkozta a Háború igazi vége című esszéjében. Vajon meddig fog tartani, míg az én generációm kidolgozza magából az élményét? Nem lehet értelmes fejjel a kora ifjúság legfogékonyabb éveiben úgy átélni egy világháborút, hogy ne maradjon utána generációs sérülés.
A világháború fenyegetettségében versnyelve is megváltozott, szikárabban, tömörebben sűrítette lírába a bizonytalanság keserű tapasztalatait. Szintén az Új Időkben publikált, aki túlélte ezt a kort című versében. De talpaim folyton inognak, bár elmúlt a földindulás, aki túlélte ezt a kort, megölheti a gyógyulás. A világháborút követően először Juhász Géza szerkesztésében a Debreceni Aditársaság köréből indult útjára 1945. áprilisában a Magyarok című folyóirat. Az 1945. júliusától már Budapesten megjelenő folyóiratot Kéri László, később kolozsvári Grandpierre Emil szerkesztette, a szerkesztő bizottság tagjai voltak Bóka László, Juhász Géza, Tolnai Gábor és Zelk Zoltán is. A lap munkatársai a Nyugat és a Magyar Csillag köréből kerültek ki, Füst Milántól, Ijjés Gyulán, Rónai Györgyön át, Vörös Sándorig sokan publikáltak a labban, írt a folyóiratba Kassák Lajos, az emigrációból hazatérő Balázs Béla, Kessy Imre és Király István is. A szerkesztőket egymástól távol eső szellemi vidékekről választott lapnál azonban olyan fiatal alkotók is támaszponthoz jutottak, mint Nemes Nagy Ágnes, Karinti Ferenc, Somjó György, Lengyel Balázs és Szabó Magda. A Magyarok 1945-ös megjelenésétől 1949-es beszüntetéseig 11 költemény közöl Szabó Magdától. Itt jelent meg jelentősebb versei közül A sziget vagy állat, Habzik az ég, Vissza az emberik, A béke és a bárány. Vagyis jó néhány olyan alkotás, melyet később az első két kötetébe is beválogatott. Az 1940-es években a Hódmezővásárhelyi Református Leánygimnáziumban tanító Szabó Magda életébe a Magyarok folyóirat indulása jelentette a pályakezdetet, a költővé érés első állomását. A lap indulására így emlékezett vissza a háború után. Az új kormány székhelyén Debrecenben megindult az első irodalmi folyóirat, a Magyarok. Ez volt az első igazán jelentős lap, amelybe Kardos László kérésére kezdtem publikálni. A kormánnyal együtt a lap is, én is Pestre kerültünk, ott új versek születtek, új lapok alakultak, amelyek szintén kértek tőlem anyagot. Mire észrevettem, rendszeresen dolgozó költőként kezdtek számon tartani. Ez volt az első komolyabb jele annak, hogy talán valamikor pályát változtatok. Szabó Magda valóban pályát változtatott ekkor, Budapesten a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban előbb filmügyi referensként, majd az irodalmi főosztályon dolgozott, a Magyaroknak pedig nem csak állandó munkatársa, hanem a verseket is kiválasztó segédszerkesztője lett. Budapesten kitágult számára a világ, a centrál híres irodalmi összejövetelein gyakran találkozott többek között Nemes Nagy Ágnessel, Lengyel Balázsral, Kálnoki Lászlóval, Darázs Endrével, Somjó Györggyel, Rákos Sándorral, Lakatos Istvánnal, Major Ottóval, Mándi Ivánnal, megismerte Füst Milán, Szabó Lőrincet, Ijjés Gyulát, Keresztúri Dezsőt, költő ideája lett Vas István, de tanult Rónai Györgytől is. A háború utáni pesti évek pezsgő szellemi légköre az újrakezdés reményét is jelentette. Ennek a periódusnak az euforikus boldogságáról nyilatkozott így: a soha nem lankadó reménység az elragadtatás emlékeit őrzi. Nap soha nem sütött olyan fényesen, íz nem volt olyan sós, nem olyan édes, szél nem fújt olyan hevességgel, folyó nem hullámzott olyan kéken, aki részt vett az újjáépítésben, aki megélte, hogy vége a háborúnak, hogy újrakezdheti, amit eddig csinált, vagy végre azt csinálhatja, amire mindig vágyott, mind emlékszik rá, nem felejti el. Nemes Nagy Ágnes az 1945 és 1948 közötti időszakot Szabó Magdához hasonlóan olyan kozmikus tavasznak nevezte, mint amikor a nap már éppen elhagyja a baktérítőt, hogy meginduljon észak felé a tél romjai felett. A háború utáni romokból való újrakezdést jelentette az új hold, melyet részben a Magyarok és a centrál íróköréből kiváló fiatal írók alapítottak. Az újhold 1946. júliusában Mándi Iván, Pilinszky János, Rába György közreműködésével, Lengyel Balázs szerkesztésében jelent meg. Az 1946 és 48 nyara között megjelenő mindössze 7 számot megért labban publikált költők sorsdöntő élménye a II. Világháború. Közös céljuk a rommá lőtt hazában a szellemi-lelki otthonkeresés,
és a Babicsi humánum megőrzése. Lengyel Balázs Babics után című nyitó tanulmánya a Babicsi teljesség igényt hangsúlyozza, mikor ezt írja: a Babicsi teljesség a korokat, világtájakat befutó egyetemesség, melyben tehetség és igény a költői pálya minden állomására érvényesen, egymással harmonikusan viszonyul. Az újhold írói a Babicsi örökséget akarták átmenteni, Babics erkölcsi magatartása etikai, esztétikai mércét jelentett a háborút megélt fiatal írók számára. Szabó Magda Vallomás című emlékezésében írta, hogy formát, mesterséget mindenki Babicstól tanult, akivel együtt indult el a pályán, mert Babics, ahogy írja, apánk volt, anélkül, hogy sokunk akár csak látta volna is. Szakmai fegyelemre szorított bennünket. Tőle értettük meg, hogy a forma abroncsa azért fontos, mert veszedelmes bort őriz, szenvedélyek, indulatok és felismerések párlatát. Ugyanakkor éppen az ő révén fogtuk fel mindennek az ellenkezőjét, hogy van a fájdalomnak, undornak és tiltakozásnak olyan foka is, mikor elporlik a verstan minden szabálya, ilyenkor maga a gondolat alakul át formává. Bár az újhold köré csoportosuló írók szellemi rokonságának tág jelentéstartalma közelebb áll a nemzedék fogalomhoz, Szabó Magda maga is a nemzedék szót használja, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem csak a korabeli kritika, gondolhatunk itt Komlós Aladár, vagy akár Kolozsvári Grandpierre Emil írásaira is, hanem Sein Gábor Poétikai kísérlet az újhold költészetében című kötetében is felhívja arra a figyelmet, hogy az újhold nem feltétlen nemzedéki, hanem poétika történeti fogalom. Erre világít rá Nemes Nagy Ágnes is egyik vallomásában, mikor azt írja: hamar kiderült, hogy mi fiatalok hasonlítunk egymáshoz, hogy valami módon egyivásúak vagyunk, nem csak azért, mert hasonló élmények közül jövünk, mert hasonló korúak vagyunk, hanem mert a lelki hozzáállásunk, a szellemi élményeink is hasonlóak. Egy példát hozok fel erre, mindannyiunknak a szíve csücskében ott van József Attila. A fiatal lirikusok rokon verseszményére jó példa Szabó Magda írása is, melyben felismeri, hogy József Attila volt az egyetlen költő, aki sose változtatta meg helyét lirai értelmezésemben, egyforma intenzitású élményt jelentett számomra, mióta megismertem. A nyugat hagyományain, Babics új klasszicizmusán iskolázódó és József Attila költészetét maguknak felfedező pályakezdő lirikusok hasonló stílus eszményt képviseltek. A fiatal újholdas költőket leginkább nyelvszemlélet és poétikai rokonság jellemezte, a hagyománykeresés és a klasszikus modernség lirai tradíciójának átformálódása mellett az elvont versbeszéd, az objektív kifejezésre való törekvés, a sűrítés, a személytelenítés, a háború pusztításával való számvetés és az intellektuális filozófiai létlíra. A háborús kataklizmák súlyos élményeiből születtek a magyar irodalom remekei. Az újhold két évnyi időszakában jelent meg Pilinszky János Trapéz és korlát, Nemes Nagy Ágnes Kettős világban, Darázs Endre Kunyhó füsttel, Szabó Magda Bárány című első kötete. Vagyis a pályájukat a háború után kezdő fiatal írók közül néhányan épp az újholdas periódusban jelentették meg első köteteiket. Az újhold költészet történeti szerepe abban is jelentős, hogy Szabó Magda számára ez a lap jelentette az igazi költővé válást, az irodalmi életbe való megérkezést. Ezt írja: megalakult az újhold, bekerültem az irodalmi élet sodrába, igazi író voltam már. Szabó Magdának az újholdban négy költeménye jelent meg, 1946. decemberében az Útravaló és a Lehúsz, mint sebbről hull a heg, 1947. októberében Ha édesedik az ecet, majd 1948. januárjában a Filippi. 1947-ben megjelent első kötetéről szintén az újhold közölt kritikát Rákos Sándor tollából 1947. októberében. Rákos a Bárány szerzőjét egyéni és eredeti tehetségnek tekinti, először Nemes Nagy Ágnessel együtt értékeli, hiszen a közelmúlt véres kataklizmája ihleti verseiket, a lélek iszonyata, a borzalom szavai, majd Szabó Magda hitetlenség és keserűség kiábrándultság szülte verseinek kifejező erejét méltatja.
Mikor 1975-ben Szilfán halad címmel az 1940 és 58 között írott, dátumozott köteteit újra megjelenteti Szabó Magda, akkor már az összes versét ciklusokba rendezi, verseinek formai sokszínűségét mutatja, hogy többféle verstípust is kipróbál, antik epódoszoktól, a sírfeliratoktól, a szonetteken át a szabad versig. Költészetére változatos formakultúra jellemző, az antikvitás élmény, a klasszikus műveltség, a horáciuszi, ovidiuszi allúziók mellett a szabad vers áradása és a sűrítettség is megfigyelhető. A rövid előadás keretein belül nem kísérlem meg a poétikai sokszínűség bemutatását, csupán néhány olyan költeményre szeretném felhívni a figyelmet, melyek a Bárány és a Vissza az emberig első köteteiben is megjelentek, de még a kötetek megjelenése előtt folyóiratok is közölték. Az 1940-es években a Magyarokban és az Újholdban megjelent verseket vizsgálva megállapítható, hogy Szabó Magda költői nyersanyaga a háború, témája a szenvedés, a fenyegetettség, a keserűség, a magány. A széthullott világ romjai, a darabokra tölt virág apokalipszise, a háború traumája olvasható ki, aki túlélte ezt a kort, vagy a Bombázás után című verseiben, csak úgy, mint a Filippi soraiból, mikor azt írja, már reng a föld, tekints körül, ellenséges lovak, nincs Isten, aki túlemel. Miért áltatod magad? Intellektuális lirájának feszültsége, keserű lázadása Nemesnagy Ágnes és Pilinszky János költészetével rokonítható, néhány jelzős szerkezetet idézve, hegyke gyász, kozmikus gyalázat, tanácstalan szomorúság, túlélt iszony, nyelvi kifejezésében és költői magatartásában is rokonságot mutat, többek között Pilinszky gyász, éjféli fürdés, vagy Nemesnagy Ágnes a kín formái és alázat című verseivel. Az egzisztenciális bizonytalanság, a magánytól való félelem, a rémület és az indulat jellemzi verseinek világképét. A széthullott világ romjain értékteremtő kötelesség és felelősségvállalás erkölcsi parancsa, humanizmusa szólal meg a Vissza az emberig zárlatában. Segíts fel indák és állatok fölé, kikhez lehúzott az alig túlélt iszony a gyilkosok közül. Emelj vissza engem az emberig. Ha édesedik az Ecet című verse, nem csak helyzetjelentés a háború tébolyáról, hanem erőfeszítés. A túlélés kényszeríti a költői megszólalásra. Édesedik az Ecet, amit a kora számba töltött. Ki hagyja rájuk örökül a szót, ha nem én, nem a költő. A Magyarokban és az Újholdban közölt versek mesterségbeli tudásról tanúskodnak. Szabó Magda birtokában volt mindannak a lírai nyelvnek, amelyek meghozták a Bárány kötet sikerét. A Filippi költemény kivételével a folyóiratokban közölt verseket válogatta be a Bárány és a Vissza az emberig első két kötetébe is. A Bárányt különösen kedvezően fogadta a kritika, Rába György a Diáriumban Szabó Magdát a legkiválóbb fiatal írók közé sorolta, Darázs Endre a Válaszban a Bárányt komoly tehetség jó kötetének tartotta, Csuka Zoltán a Sorsunkban a kötet verseinek gördülő sorait különös titkos villodzással átfűtött képei dicsérte, Szabó Ede a Magyarokban azt állítja, hogy Szabó Magda első kötete több mint ígéret, félig már beteljesedés. De a kezdeti bizakodást felváltotta a szorongás és az elhallgattatás. 1948 negatív fordulatot hozott, a magyarokat, az új időket, az új holdat megszüntették, a minisztériumba lábocsátották, 1949-ben a már megítélt Baumgarten díját visszavonták, és a hallgatás évei következtek. Ezek a sorsfordító pillanatok befolyásolták a pálya további alakulását, művészi kiteljesedését. A költő azonban nem hallgatott el teljesen, ahogy egyik visszaemlékezésében vallotta, műfajt váltottam, mert fuldokoltam már a saját verseim keserves világában. Ronai György, aki az Újhold megszűnése után is támogatója, vigasztaló barátja,
Babicsa rokonalkat révén egyfajta apa figurája is lett a köré gyűlt pályakezdő fiataloknak, e szavakkal méltatta Szabó Magda költészetét. Az intellektus magas feszültsége. A legnagyobb ígéretként arra, hogy végül is majd kivágja magát a háborús élmény dzsungeléből. És azon fölül a túljutás másik ígérete is, hogy olyan szokatlan erővel konstruál strófákat és versmondatokat, a lélegzet olyan lendületével, hogy a versen belül a strófának, a mondatnak sodra is van, súlya is van, és keményen fegyelmezett is. Mintha a költőt elragadná lendületes dikciója és kitűnő formakészsége, bőbeszédűbb lesz a kelleténél. Rónai György Szabó Magda verseiről írott kritikájában megsejti a műfajváltás lehetőségét. Ráérez, hogy a személyes trauma költői fejlődése útján epikus mondani valóvá terebélyesedik. A költő a próza útjaira lép. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük Sebők Melindának, és akkor azt javaslom, hogy a vitát azt majd a három előadás elhangzása után tartsuk meg, és akkor mivel Széchenyi Ágnes megjött, ugye, aki az Irodalomtudományi Intézetből jött közénk, tematikusan is kapcsolódva a Bárány című kötetről szóló előadását hallgassuk meg. Tisztelt konferencia, kedves kollégák! Először is elnézést kérek a késésemért, de ennek a késésnek van némi hozadéka, szellemi hozadéka. Azért késtem, mert itt van Magyarországon még pár óráig a Söplén család néhány leszármazottja, Söplén Aladár unokája, és amikor elmeséltem nekik, hogy én egy olyan konferencián veszek részt, ahol Szabó Magdáról van szó, akinek az indulásában az ő nagyapja, illetve dédapja generációktól függően szerepet játszott, akkor megkérték, hogy ismeretlenül is tolmácsoljam a konferenciának az ő üdvözletüket. És akkor most nézzük az magát a választott előadást. Sebők Melindával számtalan szakmai rendezvényen elkerültük egymást a Covid miatt, de valami szellemi összhang létezhet kettőnk között, mert tulajdonképpen két nagyon-nagyon hasonló előadást kellene most hallani, de mégis úgy érzem, hogy fogok tudni különbözni Melindától. Tehát Melinda, én nem szabadon fogom mondani az előadást, talán így most könnyebb lesz figyelni. Melinda is kiemelte, hogy a korélmény a világháború. Én megpróbálom kontextualizálni Szabó Magda indulását és a Bárány kötetet. Ezért elmondom, hogy ugye a világháború élménye egy előző nemzedéknek a munkáiban is megjelenik. Gondoljunk olyanra, mint Szépernőnek az Emberszag című kötetére, vagy Kassáknak a Kiskönyv a haldoklásunk emlékére, Nagy Lajos Pince naplója, Dérinek az Alvilági játékok, Zsolt Béla Kilenc koffer, Márai szabadulás, Sőtér novellái és kisregényei. Tehát ez egy előző nemzedéknek, egy idősebb nemzedéknek az epikusan kifejtett és konkrétan a háború menetében megtapasztalt valóságos és lelki lenyomatát adják. Amikor eljutunk 1945-ben, akkor egy hallatlanul gazdag korszak nyílik ki, amely korszak természetesen nagyon rövid ideig tartott, de 45-46-47-ben, 48-ban kezdődik az elkomorulás, és 49-ben rácsukódik a fedél erre az induló irodalomra. Rendkívül gazdag volt a sajtó, és a sajtó ebben az időben, azért, mert háború után papírhiány volt, csak úgy jelenhetett meg, hogy valamilyen társadalmi szervezet, vagy valamilyen politikai párt állt a lap mögött. Így például a magyarok, még a teljes felszabadulás előtt, én ragaszkodom ehhez a szóhoz, hogy felszabadulás, amit követett egy megszállás, de a felszabadulás után a Debreceni Adi Társaság újraindításával jött létre,
Abban az időben, amikor még 45 januárjában tartottak a harcok. Én a magyarokat és az újholdat bizonyos szempontból rokon folyóiratoknak tekintem, bár a magyarok sokkal szélesebb spektrumot fog át, és ebből ki fog válni egy markánsabb irány az újhold, de ezek összefüggő lapok. Hogy a helyzet milyen volt, arra Lengyel Balázs feltételezem, hogy Melinda nem mondta, egy visszaemlékezésében arra utal, hogy volt valakinek $10, és a $10 olyan értékes volt, hogy abból ki lehetett nyomtatni 500 példány újholdat. És így jött létre a lap. A legnagyobb élmény mindenki számára, most már erről az újholdas induló nemzedékről beszélek, a túlélés. De nem érzelmességgel, és nem túlcicomázott érzékenységgel. A személyes emlékekkel és a rájuk irányult emlékezettel való megküzdés adja ezeknek a verseknek, vagy ezeknek a költészetének a magvát. Itt azért még egy fontos dolgot megemlítek, elhangzott Melindánál is. Nagyon sokan kerültek a fiatalok közül miniszteriális munkahelyekre. Tehát nagyon érdekes volt, hogy ezek az emberek bekerültek egy minisztériumba, például Vas István, aki a napi élet kérdésében rendkívül ügyetlen volt, főszámvevő volt, abszolút inkompatibilis a személyiségével és mindennel együtt, de bekerültek egy olyan világba, ami racionális, ami miniszteriális döntéseket hoz, ügyiratokat hoz létre, és ehhez képest ez a költői világ mégiscsak valahogy védve marad, és meg tud fogalmazódni. Ebben a korszakban, tehát az induló koalíciós korszakban még a belső viták is nagyon természetesek voltak, mert akkor azt hitték, hogy szabadon lehet vitatkozni. Az Új Magyarország című heti lap 1945. július elején indult, Boldizsár Iván volt a főszerkesztője, és Boldizsár Iván lapjában jelent meg egy támadás, azt, hogy az új, a fiatal költők nincsenek szinkronban a miniszteri rendeletekkel, expressis verbis, így hangzik az idézet, és nem glosszálják a jelen eseményeit, nem tanúskodnak. Ez tehát egy támadás. De úgy gondolták, hogy ez mindez a progresszió körén belül marad. Hubay Miklós vette védelmébe a fiatal költőket, idéz túlélés verseket Vajta Endrétől, Pilinszkitől, és arra hívja föl a figyelmet, hogy ezek a költők a leírást jelentésbe váltják át. Idézi Nemes Nagy Ágnesnek az Elégje egy fogolyról című versét, amelynek ugye ismerjük a dedikációját barátnőm emlékére, aki egy bármadasbeli iskolatársa, évfolyamtársa volt és barátnője, akit először politikai okokból megkínoztak, Márian Osztrára került, majd utána koncentrációs táborba vitték, és aki bár túlélte a koncentrációs tábort, Svédországban nem tudott fizikailag megerősödni és meghalt. Idézek egy pár sort Nemes Nagy Ágnestől. Ne szenvedj, megfeszült izommal emeld a széles szenvedést, italhelyet kortyold a szomjat, hiánnyal tömbbe a gyengerést, nem mond soha mondhatatlant, mond a nehezen mondhatót. Ez egy komprimált vers, de mégis elég jól érthető. Ehhez képest én azt gondolom, hogy Szabó Magda versvilága sokkal nehezen érthető. Szabó Magda versvilágában sokkal nagyobb a versorok, az érzelmi szekvenciák közötti hiátusok, úgyhogy nem könnyű útra találkozik az, aki megpróbálja Szabó Magda verseit értelmezni. És Nemes Nagy Ágnestől egy ilyen hosszú példázatos idézetet hoztam, míg Szabó Magdának a Válasz egy régi bölcsődarra című versében olvasható az a sor, hogy fagy a szó és fogy a szó.
Ez a fagy és a fogy ugye egy magánhangzót cserél benne. A magánhangzó mindkettő a mélyhangrendű, tehát nem is akusztikusan, nem is tűnik rendkívüli módon föl. De ezt a korabeli kritika is, én is úgy mondom, hogy ez egy hűvösödő és szótlanodó líra, amivel Szabó Magda indul. Érdekes ebből a szempontból, hogy két férfi költő, Lakatos István és Pilinszky, Lakatos a Pokoltornácán című epikus vagy modern eposzában, és Pilinszky a Francia fogolyban, ami hát terjedelmében természetesen rövidebb, de sokkal inkább kifejti magát, azt, amit lát, jelentéssel, de például ugye Lakatos azt a kísérletet teszi meg, hogy hogyan lehet poszt írni a második világháború végén az átélt dolgokból. Tehát érdekes, hogy a nők sokkal komprimáltabbak, és a férfiaknál sokkal több epikus vonásra találunk. De Szabó Magdánál is van ilyen explicit kinyilatkoztatás, amikor azt mondja, hogy üvöltve síratom Európát. Ez egy olyan biztos fogódzót adó sor, ami nem is biztos, hogy a legjobb sor, vagy a legköltőibb sor, de ad egy fogódzót ehhez a költészethez, ahol lecövekelhetjük ezt. Vagy a Nyíl című verse. Valami óriás vadász belőtt engem, nyilált a korba, belé forradtam egy a vér, mint dúlt atomjai sodornak az enyémmel. Itt fölhívom a figyelmet a kor szóra, a beleforradásra, és még egyre, hogy az atom szó, amelyik nem egy poétikailag megszokott használt szó, bekerül a versbe, mondok még majd ilyeneket, amik ilyen érdekesek. Ugye azt mondtam, hogy Nem adja magát Szabó Magda versvilága, és erre most szeretnék egy idézetet Söpflin Anandától olvasni, illetve Söpflinre vonatkozó Szabó Magda idézetet. Szabó Magda nagy hálálában gondolt vissza az indulására, és azt mondja, hogy elmeséli, hogy a Centrál Kávéházba járt az újhallgatósok is, és a Magdán Alapítvány kuratóriumának tagjai is. Most egy idézet következik. A Söpflinnel való találkozás alapemlékeim közé tartozott. Kinálhatom a verseit, mondta Szelinden a szemembe. Nem is értem őket. Ami nem jelent semmit, mert lehet, hogy én vagyok már öreg. De hogy tehetséges, azt tudom. Nem az én ízlésem szerint, de az. Ez egy nagyon szép idézet. És nagyon szépen mutatja azt, hogy például Söpflin egyáltalán nem volt tekintetettel a kritikáiban. Most nem az írott kritika egy dolog, de a szóbeli kritikájában sem volt tekintettel arra, hogyha valakit elhoztak, vagy ő maga felfedezte magának. Ki merte mondani azt, hogyha számára egy versvilág idézőjelben természetesen érthetetlen. És a Baumgarten Alapítvány támogatta azt a Lengyel Balázs kiadásában megjelent Bárány című kötetet, ami az első induló kötete. Most milyen ez a versvilág? Önkínzó. Nehezen azonosíthatóak benne a megszólítottak. Mert lehet a megszólított bizonyos esetekben egy férfi, és jelentheti a szerelmet, és lehet a vers szerelmes vers. Lehet a megszólított bizonyos versekben az Isten, és vannak önmegszólító versei is ebben a kötetben. Most nem szeretnék kitérni arra, hogy Sein Gábor mit mondott erről a költészetről, mert nem szeretném fölmondani most az ő meglátásait. Nem is mindenben értek vele egyet. Vannak a versben érzetre idegen szavak, új asszociációk. Mondok egy párat. Ilyen a tőgy, a kozmosz, a dimenzió, valamint az, hogy hold, víz, jég, ezek együtt visszatérő motivumként nem egy versben szerepelnek. A korabeli kritika a demreceniséget is megemlíti, mégpedig azt mondja,
Melinda talán most tudja, hirtelen nem jut eszembe, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy azt a képet, amelyben a debreceni kéttornyú templom tartja az éjszakát és a holdat, ezt Vörös Martihoz hasonlítja. Csak egy zárójel, Vörös Martiról írt egy remek elemzés sorozatot. Vagy versbe kerül Seneca, a Stoa, Böklin lova. Ugye Böklin egyszerre volt szimbolista, romantikus és szecessziós is, hát így nyilván Böklin szimbolizmusára utal. De vannak nagyon finom víziói, idézem a verset. Lendíti fénylő testemet, szivárványos, kettős uszony, és merett szemmel, mely csukott pupillával is egyre tárva, nézem ibolya színkövek, s bodzák között, hogy reng a málna. Hullám csiszolja oldalam, napfény csorog Hispániára, a kút vizébe hattyú néz, mélybe gördült koronája. Itt majd remélem, hogy az írott tanulmányban ezeknek a motívumoknak a különbözőségét és mégis összetartozását ki fogom tudni fejteni. Ebben a versvilágban és többeknél az új holdasok között az űrnek, amit a II. Világháború lelki, fizikai, gazdasági, mindenféle értelemben vett kiürülése hozott, a tartalommal való megtöltése. Megint egy Szabó Magda idézet. Ki segítsen? És hogy segítsen? És mind segítsen? S miért neked? Marad, mint a farkas önmagad, megmaradt, éld az életed, most eszmélsz fel, későn kiáltod, tömb meg új lombokkal lakásod, egy hold se kéri tőled számon, te miért maradtál a világon? Nagyon szép vers, és ez egy ellenkező, inkább a felejtés, vagy az újraépülés lesz benne erős. Csak utalok rá, hogy a korabeli kritikák nagyon sokban hasonlították az indulók verseit a Radnóti verseihez. Megpróbáltak egy ívet húzni Radnóti és az új holdasok közé. Mik még ennek a versvilágnak a jellemzői? A múlandóság, a visszaérzés az ösztönélet mélyére, és a bizonytalanság érzés. Bravúrosan művészi ez a versvilág, ugyanakkor vannak benne esetleges küszködések magával az anyaggal. Tehát én azt állítom, és szeretném bizonyítani, hogy nem minden Szabó Magda vers jó vers. Vannak közte gyengébb versek is, legalábbis szerintem. Idézek egy példát arra, hogy hogyan küszködik az anyaggal. Távolabb című versből idézek. Valami szörnyű Isten küldötte, lángos angyal, én, kit pallos nem óv, sem gyűrűs fenevadak, mint bibliai vének küzdök most az anyaggal, a mondatok zuhannak, s én egyre távolabb. Tehát itt a kifejezés, a kifejezés lehetetlensége, erre mondott hasonló példát más versből Melinda, úgyhogy azt nem akarom megismételni. Itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy mint bibliai vének küzdök most az anyaggal, a mondatok zuhannak, s én egyre távolabb. Itt a bibliai vének behozatala a versbe rendkívüli módon megemeli a tétet. Mert ugye a bibliai vének azok a bölcsességek és élettapasztalataik miatt nagy tekintélyen rendelkező emberek a Bibliában, illetve olyan férfiak voltak, akik különösképpen nagy felelősséget hordoztak. És akkor itt vagyunk, hogy egy férfi maszkot vesz magára Szabó Magda, elférfiasodik ez a kicsit ez a versvilág bizonyos pontjai. Ahogy ugye Nemes Nagy Ágnesre is, vagy Nemes Nagy Ágnesnél is vita tárgyát képezi az, hogy ez egy férfi vagy női líra. A korban fölteszik a kérdést, hogy például Rákos Sándor kérdezte ezt Szabó Magda
kötetéről kritikájában, hogy mi az oka a költőnők mai előretörésének. Itt három költőnőre gondolt, Gyarmati Erzsébetre, akiről ugye tudjuk azt, hogy az első köteten ez csak 1949-ben jelent meg, amikor ő már nem volt Magyarországon. Ő a franciaországi magyar követségen dolgozott, és nem jött haza, az emigrációt vagy diszidálást választotta. Tegnap voltam egy beszélgetésen, ami az orosz-ukrán háborúról szólt, és mivel engem Sárközi Mátyás kioktatott egyszer, hogy ő nem diszidens, hanem emigráns, tegnap megtudtam, hogy a hivatalos terminológia az az, hogy autokráciából, ahonnan nem szabad elmenni, csak diszidálni lehet, nem emigrálni. Tehát a diszidens szó nem megbélyegző ebben az értelemben. Tehát Gyarmati Erzsébet az egyik költő, akinek még a halálának az évében sem vagyunk egészen biztosak. Szilveszteri látomás volt a 49-es kötete címe. Nemes Nagy Ágnes ugye 46-ban már megjelentette a Újhold kiadásában a kettős világban. Tehát Rákos Sándor kérdésére visszamenve, mi az oka a költő nők mai előretörésének? Napjaink magyar lírájában, mondja Rákos, egyre több női hang szólal meg, s szinte nyoma sincs bennük a szokásos kezdeti elfogadottságnak, meglepő fölénnyel és biztonsággal zengenek, s énekük túljutott a feminimum rossz értelemben vett korlátozó körein, emberi tartalom van a mélyén, a földre dobott lény nem nélküli vad elkeseredése. E fiatal nők költészete annyira kemény, annyira határozott, oly igen közel áll a jelen férfi líra ideáljához, akkora mértékben nélkülözi mindazokat az ismérveket, amiket a női líra jellemzőiként tekinteni szoktunk. Itt olyasmikre gondol, mint a kézi munkacsecsebecsék és a parfümös impressionizmus és egyebek. Tehát olyan mértékben nélkülözi ezeket a sztereotíp ismérveket, hogy szinte önkéntelenül felmerül a kérdés, vajon hát nem a férfiaktól vették-e kölcsön a hangjukat? És erre válaszol egyértelmű, hogy nem. Én is azt mondom, hogy nem. De nagyon érdekes volt, vagy nagyon érdekes számomra, és nagyon kíváncsi vagyok a konferencia kicsengésére, hogy ahogy elveszíti ezt a komprimált beszéd módot Szabó Magda, és elindul az epika felé, hogy én azt gondolom, hogy bizonyos mértékben, mert nem szeretem, hogyha a konferenciák hőseit sérthetetlen izoloknak tekintjük, én szerintem nagyon sok esetben romlott ez a színvonal. Nem azt mondom, hogy a Szabó Magda értéktelen volna, hiszen Szabó Magda tanárként is nagyon maradandót alkotott. Máig tart a legendája a Fazekas gimnáziumban, ami akkor csak Horváth Mihály téri gyakorló iskola volt. Máig tart, máig mesélnek történeteket, hogy hogyan közelített gyerekekhez, hogyan tudott fegyelmezni, hogyan tudta a gyerekeket rávenni arra, hogy a kötelezőket ne kötelezőként olvassák. Nagyon érdekes, hogy itt ugye férfi nem nélküli, vagy legalábbis a maszkulin kifejezésmódhoz közelítőként határozzák meg ezt a lírát, vagy legalábbis Rákos Sándor, de tudnék mást is idézni. Ugyanakkor Szabó Magdának az 1980-as kötete a Kívül a körön. Ebben önálló tanulmány szentel Gyulai Pál írónőink című tanulmányának, és ezzel visszahozza, tehát nincs megbékélés abban, hogy mit tekintünk, vagy kit tekintünk nőírónak, vagy milyen ismérvek alapján tekintünk nőírónak. És majd láttam, hogy a konferenciában örömmel, hogy lesz külön előadás ezekről a témákról. Szabó Magda neve, és ezzel zárom az én előadásomat. Szabó Magda neve, mint díjazotté,
megjelent a napilapokban, hogy Baumgarten díjas lesz. Néhány nappal az ünnepség előtt köszönő levelet is írt Bass Lórántnak, és dedikált köteteket küldött a tanácsadó testület tagjainak hálás köszönettel. Mint tudjuk, ez az a híres Baumgarten díjosztás, amikor Kucka Péter és Szabó Pál kerültek a Baumgarten Alapítvány által jelölt és díjazni szándékozott írók helyére. És 1949-ben Acél Tamás a Társadalmi Szemlében egy borzasztó, ledorongoló írásban burzsoá jelenségnek tekinti azt a fajta lírát, amit az újholdasok teremtettek, és kitér konkrétan Szabó Magdára is. Erdődi Edit írt egy tanulmányt az újhold történetéről, az a címe, hogy három éves irodalom. Ez az irodalom, ha magyarokat is ide veszem, 4 éves irodalom volt, és a különböző folyóiratok különböző módokon és a személyes kiállás bátorságától függően is hallgattak el. Sárközi Mártának nagy szája volt, a végsőkig volt hajlandó dacolni Losonczi Gézával és Révai Józseffel. Megtehette, 1907-ben született, és a személyisége is ilyen volt. Az újholdasoknak nem volt, nem lehetett meg ez az erőjük, és ezért kényszerültek 10 éves hallgatásra. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük Széchenyi Ágnesnek az kitűnő előadást, és azt külön, hogy ennyire fegyelmezetten, a szabad előadásban is ennyire fegyelmezetten tartotta az időkorlátokat. És akkor még mindig a líra kérdéséhez fog hozzászólni Osztrulszki Sarolta, aki Szabó Magda ars poetikáiról fog előadást tartani. Köszönöm szépen a szót, Ági, köszönöm szépen a meghívást a konferenciára, tisztelt hallgatóság, tisztelt konferencia. Az előadásomhoz készített handoutot oda a fal mellé az asztalra tettem, akinek még nem tudtam osztani, ott még lehet, hogy talál belőle. Én a Szabó Magda arszpoétikáiról fogok beszélni, és több ponton kapcsolódom majd az előző két előadóhoz. A regények nem rólam szólnak, hanem arról, amit magam körül észreveszek. Amiről azt szeretném, vegye észre más is. Ha engem keres, a versekben talál meg, nyilatkozta Szabó Magda egy 1975-ös interjújában. Mint ismeretes, Szabó Magda a 30-as évek második felétől publikált verseket, első kötete Bárány címmel 47-ben jelent meg. Az újhold köréhez tartozott, elismert költő, akitől Baumgartner díját Révai József kultuszminiszter utasítására az átadás napján vették vissza. Innentől, vagyis 1949-től kezdve egyre kevesebb verset írt, költőként fokozatosan elnémult, míg ezzel párhuzamosan prózaírói hangja egyre erőteljesebbé vált. E gazdag költői életműből ezúttal az arszpoétika műfajához tartozó verseket válogattam össze, remélve, hogy egymás utánjuk bevilágít majd egy eddig feltáratlan ösvényt a félbe maradt költői pályaszakaszból. A Vedret a kú című versét Szabó Magda az 1940-es évek elején írta. Korai költemény tehát, amelyet egy óklasszikai periódus formafegyelme határoz meg. A híven követett metrikai minta, a könnyed iga, az úgynevezett első arkilokoszi verszak volt, melynek páratlan sorai hexameterek, páros sorai féldaktilikus pentameterek, úgynevezett hémi epeszek, ezek rimtelen váltakozására épül a Vedret a kút. A rím nélküliség hangsúlyozása ezúttal nem csak azért fontos, mert a görög és latin költészet, melynek egyik versformáját használja itt sorvezetőként a költő, szemben a későbbi rímes időmértékes versformákkal nem használt rímeket, de azért is, mert a vers, mint egy ellentmondva saját, jól hallható rím nélküliségének kétszer is szóba hozza a rímelést, mint a születőfélben lévő szöveg sajátosságát. Játszom a rímmel, buta rím vigye szét. Ez a paradoxonszerű ellentmondás annál is érdekesebb, mert egy metapoétikus, a versírás és a vers befogadás mibenlétére rákérdező költeményről van szó,
amely Szabó Magda arcpoétikáinak első darabjaként említhető, és azért is, mert a rím, mint verstéma vagy versmotívum és a metapoétikus jelleg a költő több későbbi arcpoétikájában is kapcsolódik egymáshoz. Vizsgáljuk meg közelebbről most a verset. A Vedretakút szakozatlan vers, melynek első, 9. és 13. sora egy-egy apostrofikus kérdéssel kezdődik. Hogy ki a kétszeri vers neked is, illetve a vers te neked sor megszólítottja, nem könnyű eldönteni. Azok számára, akik a verset hangzó szövegként fogadják be, magától értetődőnek tűnhet, hogy a versbeszélő a befogadót szólítja meg, vele folytat párbeszédet, hasonlóan az arszpoétika vers típusának ős mintájához, Horácius költészettanához, vagy megelőlegezve a késő modern utáni korszak dialogizáló, a közvetlen vallomástétel időszerűtlenné vált modelljét az olvasóval létesített gondolati interakció révén kikerülni szándékozó arszpoétikáit. Eszerint az interpretáció szerint a vers hallgatójának arra a kérdésre kellene válaszolnia, hogy az éppen most születő verset ő is versnek tartja-e. Ezt az értelmezési irányt főképp az bizonytalaníthatja el, hogy az egyes szám második személyű megszólítások a befogadóra vonatkoznak, akkor hogyan értelmezzük azokat az ugyancsak vokatívuszi mondatokat, miszerint jöjj, felemellek a parton, vagy várj odalent. Ha azonban a verset nem a hangzó utánmondásban, hanem írott szövegként fogadjuk be, a veszővel tagolt nyelvtani szerkezet ellentmondani látszik az előbbi értelmezésünknek, hiszen a vers szó után kitett vesző arra utal, hogy a vers nem a nyelvtani értelemben vett alanya a kérdéseknek, hanem a megszólítottja. Ebben az esetben azonban nem világos, hogy mire vonatkozhatnak a vers neked is, illetve a vers te neked kérdések, hiszen így ezekből maga a predikátum hiányzik. Ha a könnyebb utat választva most mégis eltekintünk a kérdőmondatokban szereplő vesszők nyelvtani funkciójától, és visszatérünk ahhoz a korábbi, a hangzó szöveget vizsgáló értelmezésünkhöz, amelyben a vers beszélője egy befogadót, vagy a kérdés iterabilitásából következően több különböző befogadót szólít meg, a költemény fennmaradó, válaszjellegű mondataiban izgalmas költészet metaforákat találhatunk. A csopogó fecsegés, a tovagördülő csengő, az égre gurított sor, a könnyed igába tört forma, a lelakatolt veretes pagoda, a puha csók, a hajnali fény, a tarka tükör és a partról felemelt tengerbe hajított kagyló, mindegy-egy önértelmező metaforája az induló Szabó Magda költészetének, mely attól függően, hogy hányféle olvasói elváráshorizonttal szembesíti önmagát, minden befogadónak más-más arcát mutatja. Ez a lírai sokféleség vagy többarcúság, illetve az arszpoétikus lírának az a sajátossága, hogy a fogalmi önállítás és a poétikai önreprezentáció feszültsége ebben a vers típusban nehezen leplezhető, finom önellentmondásokat is előidéz a versben. Az első két sor a ríla medialitásának hangzó aspektusát teszi érzékletessé a csobogó fecsegés és a tovagördülő csengő markáns akusztikája révén, míg a 7.-8. sorban a lelakatolt kapu képe kapcsán a szájon át kitörni kívánkozó öröm és sikoly elfolytásáról beszél a szöveg. E kétféle lírai attitűd persze önmagában még semmilyen ellentmondást nem hordoz, inkább a poétikai kísérletező kedv egyfajta megmutatkozásaként fogható fel. Érdekes azonban megfigyelni, hogy a második négysoros szerkezeti egységben megfogalmazott elnémító aktus szemantikai tartalmát a vershangzás többféle módon is aláássa. Egyrészt az 5.-6. sorok palatoveláris ritmusa révén, hiszen a tisztán magas hangrendű veretes szó egy tisztán mély hangrendű sorpárba ékelődik be, most becsapom veretes pagodám kapuját, hogy a zárra forjon a bamba lakat, és ez az effektus nemhogy nem néma, de nagyon is hallható. Másrészt az olyan hangzóságokat elrejteni nehezen tudó paranomáziák révén, mint a zárra forjon, a bamba balga, a törjön öröm, vagy a sikolyt folytsa. A paranomáziás hangzásmetaforák és alliterációk jelenléte a vers több helyén is észlelhető, például a hűsíteni húsod, a számon, számum, a törjön, a tarka tükör, vagy a delejes testem szószerkezetekben.
Innen nézve talán az a kezdeti ellentmondás, hogy egy rímtelen vers beszélője hogyan is állíthatja, hogy játszik a rímmel, szintén feloldhatónak látszik, hiszen a paranomázia, vagyis a periférikus vagy szóbelsei hangzó kapcsolat ismétlődés felfogható egyfajta rím alakzatként, a belső rím egy határeseteként is. A vers utolsó hadsoros egységének értelmezésekor vissza kell térnünk a megszólítás, illetve a megszólított kérdéséhez. Az elhangzó válaszokból az enyém vagy senki se lásson, jöjj felemellek a parton, kagyló mélyre zuhany, arra következtethetünk, hogy a versbeszélő apostrofikusan elfordul a befogadótól, itt magához kagylóként megszólított vershez beszél. Azonban ebből a versvégi szituációból és a kagyló metafora felől újraolvasva a szöveget, egy új értelem lehetőség is kibontakozni látszik. Elképzelhető, hogy a vers kezdeti megszólítottja és a versben felbukkanó, korábban már felsorolt költészet metaforák is mind-mind a kagyló metafora átnevezései voltak. Ha a vers kagyló, akkor a csobogó fecsegés nem más, mint a fűre szorított kagylóból kihallgatott tengermorajlás, de formáját tekintve a becsukott kagylóhéjak felidézhetnek egy veretes pagodakaput vagy csukott szájat is. A gyöngyházfényű belső rész lehet az a prizma, mely szórja a hajnali fényt, vagy maga a tarka tükör. A kagylóból kifolyó tengervíz talán a várra csorgó hűsítővel azonos. Az égre gurított kagylóval való játék vége a tengerbe vetett verskagyló, amely addig vár odalen, amíg fel nem vonják a mélyből, mint vedret a kút. És mivel a vers utolsó két sora a vers címével azonos, erre a felvonásra nem is kell sokat várnia a versnek, a textuális visszacsatolás lesz az újraolvasás motorja, a kút, ami felvonja a vedret, vagyis a verset a mélyből. A következő arszpoétikus vers a Válasz egy régi bölcsődarra című ciklus első darabja, mely először a magyarok 1946 májusi számában, majd a Bárány című 47-es kötetben jelent meg, és a vedret a kút számos motívumát újra hasznosítja. A széttörés, a tarkaság, a habokra engedett könnyű test, a néma száj, a záruló kapu és az eldobott ének mind olyan kép vagy hanghatás, illetve mozgásforma, amely, ha a verset a vedret a kút kontextusában olvassuk, ugyancsak metapoétikus színezetet nyer. Ezt az értelem lehetőséget támasztják alá az első és a 14. sor szó, illetve az utolsó sor ének szavai is, amelyek hagyományosan a költői szó és a vers metaforái. A költemény zenei hatását a bimetrikus verselés adja. Sorai egyaránt ritmizálhatóak 7/6-os kétütemű 13-asként, illetve az erős ütemhangsúlyos cezúra révén egy negyedfeles és egy hármas troheusi félsor kapcsolataként. Közelebbről vizsgálva, a vers az est beköszöntéről és lassú távozásáról szól, ezért is lehet válasz egy régi bölcsődarra. A lóháton érkező, a hanvas alkonyatból a vad hegyeken át a tejszínű ködökbe átlovagoló est leszálltának egyik jele, a kialudt mécses és az egyre sűrűbb feketesség mellett, hogy elnémul a beszéd, fagyaszó és fogyaszó. Míg távozásakor szóra hasad a néma száj, és felzengenek a vad hegyek. Az ének, melynek elkészültét az utolsó sor jelzi, már nem érheti utol a 7x7 kapun átlovagolt estét. Csak annyit tehet a beszélő, aki itt a verzállatban vált át személyes énbeszédre, hogy énekét a távozó est nyomába dobja, mint egy válaszul a régi bölcsődarra. Ugyancsak a Bárányban olvasható az 1945-ös Ma még enyém egészen című Szabó Magda költemény, amely onnan kapja metapoétikai színezetét, hogy valamely megnevezhetetlen lényegiség versé válásáról, átlényegüléséről szól. Hogy pontosan mi is a két-két verszak hosszúságú versmondatok alanya, mi az a szubstancia vagy név, amely újabb és újabb hasonlatok és metaforák révén körvonalazódik a versben, kimondás híján rejtély marad. Titokszerűsége, rejtett volta, takartsága, benfoglaltsága és hallgatagsága nyilvánvaló. De a megmutatkozni vágyás, a rejtettségből való kitörés állandó és közeli lehetősége ugyanúgy sajátja a titoknak. Szabó Magda versében is tetten érhető, tehát annak a megnevezhetetlen, de kimondásra törekvő szótitoknak a jelenléte, amely a Margucsi István által szópoétikának nevezett, nagyjából az 1950-es, 60-as évekre tehető poétikai tendencia egyik fő jellegzetessége. Az ehhez a lírai sodorhoz tartozó versek alapgesztusa, egy mágikus erővel bíró, névként funkcionáló szó keresése,
és sokféle módon való körülírása. Idézem Margócsit, e szóköltészetben a költő az, aki tudja a titkot, tudja a varázsszót, a varázsigét. A varázsige pedig szinte várja, hogy kimondassék. Emiatt a kimondás közelítésének folyamatát érzékeltetendő, szerepelnek a költészetben olyan gyakran az egymással ekvivalensnek feltüntetett kép- és metaforasorok. Emiatt lesz a költészetnek egyik legfontosabb műfogása a variatív ismétlés, az újramondás. Ugyanannak a feltételezett szubstancialitásnak más-más, de egyformán nagy erejű, egymást erősítő, nem pedig csupán helyettesítő szavakkal történő újraidézése. Idézet vége. A hasonlatként és metaforaként történő újramondások révén a titok sokféleképpen válik érzékletessé, bomlik különféle vizuális és hangzó képzetekre Szabó Magda versében. Így lesz belőle könny a pilla szélén, gyönge emlékburok borította magzat, kerengve pörgő csengős bokák diktálta ütem, földre zizzenő fátyol, börtönében szabadult gyenge szárnyú madár. A képzetek azon csoportja, amelyben a bentlét, az elrejtettség és a némaság hangsúlyozódik, a jelenhez, vagyis a mához kötött. A másik csoport, melynek képzeteiben a kívülség, a megmutatkozás és a hanghoz jutás dominál, a jövőbe vetül és a holnap címszava társul hozzá. A ma és a holnap mindig csak a konkrét beszédszituációban értelmet nyerő kétféle temporalitását, ebben a költeményben a versévállás eseménye választja el egymástól. A ma még saját, a bensőben óvott titok oly módon lényegül át versé, és válik a holnap időbeliségében felszíre törő, majd a világ által elnyelt titokká, hogy megtanul beszélni, hogy rím és ütem társul hozzá, és hogy függetlenedve a szerzőtől a közösségé lesz. Az ő közvetítésükkel él tovább. Hangok szerte hordják százszomjas szájon át. A versi alakulás eseménye, a lírai metamorfózis folyamata a vers hangzó medialitására koncentrálva is nyomon követhető. Ami elsőként feltűnhet, hogy a vers rímszerkezete, amely versszakpáronként alkot ismétlődő egységeket, a költemény második felében a 17. sortól válik letisztultá, következetessé. A 17-től a 24. sorig, illetve a 25-től a 32. sorig tartó két egység rímtani jellegzetessége, hogy egy pár rímet két olyan hívó rím követ, amelyek egy újabb pár rím beékelődése után találnak csak felelő rímre. Képletesítve AABC, DDBC. Ez a rímlogika azonban csak az utolsó négy strófában érvényesül hibátlanul, az első négy strófában a pár rímek között is vannak következetlenségek, illetve becsúszik két vaksor, a 7. és a 15. A vers hangzó önprezentációja tehát a vers előre haladtával egyre érzékletesebb. Nincs ez másképp a hangzóság egyéb területein sem. Az alliterációk és paranomáziák száma éppen azokban a versrészletekben szaporodik meg, ahol az önmagát kimondó vagy kimondani vágyó nyelv kerül szóba. A rímek ráumolnak, szerte hordják száz szomjas szájon át, csengős bokák kerengve, a fátyra földre zizzen feltárja homlokát, remegő rímen át. A nyelvi önreferencialitás vagy poétikai funkció és az arszpoétikára jellemző elméleti önreprezentáció között, ahogy erre Molnár Gábor Tamás 2016-os nagyívű tanulmánya is rávilágít, egyszerre áll fenn egyfajta analógia, a költői nyelv mindkét esetben önmagára mutat, és ugyanakkor áthidalhatatlan feszültség is. A Ma még enyém egészen című vers esetében a kétféle modell inkább erősíti egymást. A vers poétikai jegyei, például a hangzóság felerősödése alátámasztani látszik a beszélő mondandóját, miszerint az önmagát kimondó, a ritmuson és a rímen átszüremlő szó feltárja önmagát, nem rejthető vagy titkolható tovább. A Formátlanul című, ugyancsak a Bárányban közölt versben ezzel szemben nagyon is érzékelhető az önmagára visszahajló, önreferens líra nyelv és a szöveg deklarált önértelmezése közötti feszültség. Ha az 1960-as évek végén tendenciává váló metapoétikus iróniáról beszélni még kora is volna e vers kapcsán, a költészet öndefiníciójának paradoxona és az ebből következő önellentmondások már jócskán tetten érhetőek a 40-es évek második felében írt Formátlanulban. A formavesztés tapasztalatát, vagy ahogy a vers hatodik sora mondja, a forma robbanását érzékeltető képek egy olyan verseszményt állítanak a költemény középpontjába, amelyben a szók szövetje sérül,
A rím botlik, ferdül és süket. Az ütem szétfolyik, a beszélő pedig mezítelenül és rímtelenül dadog. Az égre szúrás vagy a feldobás gesztusa, illetve a rím motivuma már a Vedret a kútban is megjelentek. De míg ott a kiszabadulás és a szóhoz jutás, itt a szétszóródás, a szétrobbanás és a szétmosódás mozzanatai válnak a metapoétikus önértelmezős fő motivumaivá. Érdemes megfigyelni, hogy a vers széthullása, amit kezdetben a beszélő maga is óhajt, erre a végtelenhez fordulás apostrofikus gesztusa is utal, később milyen következményekkel jár, hiszen a megszólaló, akit a versfelütésben még gőgösnek láttunk, felbukik, majd végül együgyűn, mezítelenül és rímtelenül dadog az égre. A gőgös égrenézést az alázatos térdeplés és az égre dadogás váltja föl, míg a rímtelenség a mezítelenséggel lesz egyenlő súlyú hiányállapot a vers végén. A forma és rímvesztés folyamata, amelyről a lírai én tanúként számol be, a nyelvi önreferencialitás, vagyis az önmagára visszahajló nyelv felől vizsgálva, inkább forma és rímtalálásnak tűnik. Ez egyrészt a ritmusképlet, másrészt a rímelés esetében figyelhető meg. A vers első két szakasza hatodfeles és ötös jambikus sorok váltakozására épül, de az ötödik sor megbontja ezt a szabályos rendet, hatodfeles helyett ötös jambust realizál. A harmadik és negyedik strófa ezzel szemben szabályosabb, minden sor ötös jambusi, mintha itt, a vers második felében találna tartható ritmusra a vers. Rímelését tekintve a formátlanul félrímes szerkezetű, vagyis minden páratlan sor a vaksor, míg a páros sorok verszakon belül rímpárt alkotnak. Ezért is érdekes, hogy amikor a versben megszólaló hang a rím botlásáról és süketségéről beszél, feltűnik az első olyan hívó rím, amelyhez társul majd felelő rím. Vagyis ez a sorvég a páratlan vaksorokkal ellentétben nem marad süket. Hasonló feszültség észlelhető a vers utolsó szava kapcsán, hiszen a rímtelenül szó, az egyedül hívó rímre válaszolva, maga is egy rímet realizál. Vagyis ez a vers szó egyszerre tagadja és állítja önmagát. Az önreferencialitás kérdésénél maradva nem hagyható figyelmen kívül, hogy a formátlanul hasonlóan a válasz egy régi bölcsődarra című arszpoétikához bimetrikus költemény, tehát nem csak időmértékesen, de ütemhangsúlyosan is ritmizálható. A 8x3-as és 7x3-as két ütemű sorok ritmikai mintázatától csupán két sor, a 11. és a 16. tér el. Mivel a két szöveghely a felbukásról és a rímtelenségről szól, mindkét döccenés szimptomatikusnak mondható. A rímtelenség vagy rímnélküliség témája az ugyancsak a 40-es évek végén keres, amely az 1949-es Vissza az emberig című kötet első darabjaként, tehát a kötet kompozícióban betöltött helye alapján is arszpoétikaként olvastatja magát. A korábbi arszpoétikák motívumrendszeréből itt az eldobás, a rímnélküliség és a végtelen jelenik meg újra. A költemény első verszaka az egyszerű, mondatokkal nem bomló, rímtelen versbeszéd iránti vágyat fogalmazza meg, melyre hasonlatként a halál és a születés pillanatában kimondott egyszavas megnyilatkozásokat, vagy a fákhoz való beszédet hozza példának. Az ilyen beszédről való beszéd azonban egyértelmű csapdahelyzet, melyet magának állít a beszélő, hiszen miközben éppen azt ecseteli, hogy milyen az egyszerű beszéd, válik beszéde bonyolultá, megterhelve eldobni való hasonlatokkal és körmondatokkal. A verszak végi retorikai kérdés, minek tovább beszélni, reflektálva a vershelyzet imént említett paradoxonjára, be is rekesztené a további beszédet, ám ennek épp az ellenkezője történik. A lírai én tovább beszél, de egy apostrofikus fordulattal mostantól már egy tehez szól. A megszólított ugyanúgy lehet egy másik, a transzcendens vagy akár maga a költészet is, amelynek hatása vagy még inkább hatalma van a beszélő felett. E hatalom egyik megnyilvánulása az én kiüresítése, melynek tapasztalata a benső újratöltésének vágyát hívja elő. És magam helyett mit adsz nekem, akit kiemeltél belőlem, és most üresen várom, akár a korsó, tölts meg újra. A korsó megtöltése felidézheti az első arszpoétikus Szabó Magda vers címadó hasonlatát, a Vedret felvonó kút képét. Az üres edények, a korsó és a kút hasonlata mindkét versben a verszárlatba kerül, arra utalva, hogy a vers elkészülte egyfajta kiüresedéssel jár. A későbbiekben azt is láthatjuk majd,
hogy ez az üresség képzet a lírai életmű végén a némaság jelentésköréhez társul, és az elhallgatás gesztusában nyer végső formát. Itt most átugrom két verset, és az ősz, tehát a fénymásolaton az utolsó versről beszélek még röviden. Szabó Magda arszpoétikus költeményeinek lajstromát az ősz című verssel zárom, amely az 50-es évek elején írt lírai darabokat egybegyűjtő Terítsd arcodat, arcomra álmodat című ciklusban jelent meg először. E költemény első olvasatra a tárgyas tájlíra hagyományához tartozó, kivételesen szép alkotás, melynek soraiban időről időre József Attila reminiszcenciák sejlenek fel. Az 5-ös és 6-od feles jambusi sorok keresztrímes váltogatására épülő 24 soros szakozatlan vers 18. sorától a tájleírás képei közé finoman beúszik egy metapoétikus szólam. A képek közé beúszó szólam képzavarával szándékosan élek, érzékeltetni kívánva ezáltal, hogy az erős képiség, amely a vers első felében dominál, a második felében egyre több hangzás effektussal, diója csörre, mustja csorran, csörög a vers, illetve hangzásra utaló metaforával, visszhang, némaság egészül ki. A vers képi szerkezete is több rétegű. Az első réteg a sorvadásnak indult őszi táj, amelynek elemei a kövér fellegen és az esőn kívül a fogyatkozás és kifáradás jeleit mutatják. Apad a víz, a hegyek és a fák sorvadnak, fogy az erdő, bágyat, sovány a város, horpaszak a házak, a levegő is lefogyott, a vidék is sovány, ösztövér. Erre mintázódnak rá a szívekben erdei állatként megbúvó szenvedélyképei és hangjai, nem tombol, csak morog, vackot keres, melyekből egy személyesebb, én-te viszony is körvonalazódni látszik a tükörbenézés és a meddőség képeivel. A harmadik metapoétikus réteg is a meddőség képzetéből bomlik ki, meddő az írás, de a beszélő azonnal ellentmondva magának, mint egy kompenzációként a biológiai meddőséggel a költői termékenységet állítja szembe. Csörög a vers, a termésem kinek kell? A költemény végül egy Vörösmarty előszavának zárlatát megidéző szituációval, illetve egy retorikai kérdéssel zárul, melyet az én feleletként mondana el az antropomorfizált ősz kérdésére. Álljon itt végül az ősz talányos zárlata, mint a Szabó Magda líra csendbefúlásának szép szimbóluma, amely paradox módon kérdésként állítja az elnémulás elkerülhetetlen idegenségét. A visszhang sem volt sosem ismerős. Miért volna ismerős a némaság? Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a nagyon érdekes előadást. És akkor, mivel mindhárom előadónk nagyon jól tartotta az időkereteket is, lehetőségünk van arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Úgyhogy először is a közönséget biztatom erre, hogy... Igen. Sziasztok! Addig kölcsön kérem akkor ezt, és aztán addig azt beállítjuk. Hát nagyon köszönöm az előadásokat. Én Kis Noémi vagyok, majd fogok előadni, és foglalkoztam sokat Szabó Magdával, de inkább a prózájával, úgyhogy nagyon örülök, hogy a költészetről voltak előadások. Széchenyi Ágnestől kérdeznék, hogy ne vegyem el másoktól a szót. Mondta azt a szót, hogy romlás, hogy Szabó Magda költészeti életművében van egyfajta romlás. Én arra emlékszem, hogy a Térei Jánossal egyszer szerepeltem egy nagyon komoly beszélgetésben, ami az Alföldben meg is jelent, és ő egyébként egy kicsit ennek az ellenkezőjét állította, tehát ő az eposzi költeményeit, amik később keletkeztek, ő a legerősebb költészetének nevezte, amit azt hiszem a Szüretben lehet ma elolvasni. Ugyanígy Spíró György is nyilatkozott a költészeti eposzairól, illetve ha jól tudom, 96-ban jelent meg a Vörösmarty, 96-ban jelentek meg Szabó Magdának a Vörösmarty tanulmányai, kimondottan kései műve, éppen most olvastam újra a Haldimon leveleket, 4 hét alatt a bécsi erdőben írta a Vörösmarty értelmezéseit, szóval szeretném, biztos majd finomítunk ezeken a képeken, ezek ugye nyilván a korai indulásai voltak, csak hogy esetleg válaszolnál erre, hogy hol látod a romlást, mert nyilván van, meg lehetne bírálni a korai verseit is, de hogy ez mennyiben kimutatható, hogy romlott neki a költői életműve, vagy
hogy hogyan értetted ezt a szót. Én köszönöm, hogy fölhívtad a figyelmedet arra, hogy ezt a tételt most nem bizonyítottam. Hadd utaljam ezt majd az írott verzióba. Inkább akkor úgy mondom, hogy nagyon egyenletlenné vált. Tehát a Szüret kötet, senki, tehát aki Szabó Magda lírájával szeretne foglalkozni, az ne a Szüret kötetet használja, hanem vegye elő az eredeti köteteket, mert egészen más az elrendezés, egész máshova kerülnek versek, a kompozíciót nem lehet megítélni a Szüretből. Itt a Szüretben megjelent Bárány ciklus csak 14 vagy 15 verset tartalmaz, és nem tartalmazza mind a 20-at. De ha mégis a Szüret kötetből dolgozunk, már pedig abból dolgoztam, mert a Bárányba nem akartam belefirkálni, hanem abba, ami pótolható, akkor nagyon sok helyen megjelöltem olyasmiket, ami a Sarolta azt mondta, hogy tehát megpróbálta ezeket, amiket én is mondtam az előadásomban, hogy nagyon nehéz kibontani, hogy a képek hogyan vonatkoznak egymásra, ki a megszólítottja a versnek, de nagyon sok versben nem találtam meg ezeket az összekötő dolgokat. Tudom, hogy a költő általában véve is a líra hiátusokkal dolgozik, kivéve mondjuk a 19. századi mindent az olvasónak pontosan felsoroló verset, de itt szerintem több a hiátus némely versben, mint amit ki tudunk tölteni. Tehát sokkal szabadabb és csapongóbb értelmezésre ad lehetőséget, és ez egyáltalán nem biztos, hogy a költő szándékával, amit én sem tudok, de nem vagyok benne biztos, hogy megfelel annak. Ott már látom a következő kérdést. Köszönöm. Bude Villő vagyok. Köszöntök mindenkit. Alapvetően ezzel kapcsolatban lenne nekem még egy kérdésem, hogy volt egy olyan elejtett félmondat, hogy Szabó Magdának a líra és az epika közötti váltása, az lehet, hogy kapcsolatban áll ezzel a lehetséges színvonalbeli, vagy akármilyen beli romlással a líra területén. Ezt esetleg kifejteni, hogy... Ez a keresztefeszítésnek a pillanata. Nehezen értem meg azt, hogy valaki, aki ilyen erős költészeti bélyeggel vagy névjeggyel indul, hogyan vált át a Katalin utcába, hogyan vált át a Mondják meg Zsófikának, szóval valahogy úgy érzem, hogy akkor úgy fölkerül az élet felszínére, és azokra a dolgokra reflektál, főképp a prózájában, amik ki fognak esni a Szabó Magda életműből, ha az idő rostáján ezt megnézzük. Az Abigailt például, ami egy nagyon szép regény, de amit végül mégiscsak a film tett kultikussá Magyarországon. Ugyanazt érzem, hogy igazából nagyon szép regény, nagyon szívesen olvastam kamaszkoromtól, és akárhányszor játssza a televízió az ismétést, megnézem. Többször 4 órát, 8 órát számba az életemből. De ezek nem olyan komprimáltak, ezek nem annyira időtálló üzenetek. Az időtálló üzeneteket én a bizonyos, például a Vörösmarty monográfiájában látom, például a régi módi történetben látom, például időnként a drámáiban látom. Tehát nagyon érdekesnek tartom azt, hogy valaki ennyire
szétszórja magát a műfajok között. Nem tudom most hirtelen, hogy kihez hasonlítsam. Tehát tudnám csapongó módon hasonlítgatni, csak szeretném majd a tanulmányban megalapozni ezt, de ez egy nagyon erős indulás volt. Valóban a Nemes Nagy Ágneshez méltó színvonalú indulás volt, és rejtély nekem az, hogy hogyan oldódik valakinek ez a komprimáltsága szét az epikába. Ugye majd Ginti Tibor fog a Danaidákról beszélni, az megint egy más eset, a példázatosságot megint valahogy erőteljesebben jelenik meg. De azt hiszem, hogy Szabó Magda életműbe nagyon nagy változatosságot mutat. És az én megítélésem szerint színvonalban is, de most nem akarok felelőtlen állításokat tenni. Én itt feltenném rögtön akkor azt a kérdést, elnézést, hogy én is itt előtérbe tolom magamat, hogy tehát tulajdonképpen ugyanezt a kérdést Melindának és Sacinak is, mert már csak azért is, mert már a konferencia előtti beszélgetésben is ez előkerült, hogy szerintetek hogyan viszonyul a költői életmű a prózaírói életműhöz. Lehet azt mondani, most lehet, ez nyilván sarkított megfogalmazás, de szándékosan sarkított, hogy hát Szabó Magda kvázi apró pénzre váltotta. Tehát ezt kérdezem tőletek. Köszönöm a kérdést, elnézést, hogy itt elsőnek válaszolok, és egy kitérővel indítok, mert megválaszolnám Ágnesnek is a kérdését, hogy a Vörös Marti lirához kihasonlított a korabeli kritikába Szabó Magdát, és azt hiszem Rákos Sándor az Újholdban 1947 őszén írja, hogy olyan szép, mint Vörös Marti, és ott az éppen lágyabb sorait, vagy inkább majdnem, hogy romantikusabb képeit bontja ki, és ehhez kapcsolatban mondanám, hogy igen, nagyon, nagyon változatos, nagyon sokszínű ez a líra, ugyanakkor egyenetlen is. Tehát én egyet tudok érteni Ágnessel ezzel, hogy nagyon egyenetlen. És hát, hogy apró pénzre váltotta, az talán lehet, hogy igen, nem teljesen igaz, ez talán igen szándékos kifejezés volt, de vannak a lirájának tényleg nagyon erős pillanatai. Én kifejezetten azokból a versekből idéztem, és szándékosan tettem így, amit Pilinszkihez meg Nemes Nagyhoz lehetne rokonítani, és kifejezetten csak azokból válogattam, ami folyóiratban még a Bárány és még a Vissza az emberig előtt már megjelent, és ő beválogat ezekbe a kötetekbe. Ettől sokkal több verse megjelenik folyóiratban, és valóban az Új Időkben megjelent néhány verse, meg néhány magyarokban megjelent versem olyan erős, mint amit aztán a Bárányban meg a Vissza az emberikbe betesz, és aztán itt lehetne beszélni azokról a nagyon erős antik ovidiusi, vergiliusi, horáciusi motivumokról, amiket megragad, és nem a Carpe Diemet, meg nem az egzégi monumentum eszményét ragadja meg, hanem pontosan ezeket a véres polgárháborús esztendőket ragadja ki a horáciusi költészetből is. Ez egy nagyon erős kezdet valóban. Talán a lirájában is ott azt gondolom, hogy nagyon nagy a változékonyság, és hát igen, a próza pedig sokkal... Vannak olyan regényei, amelyek nem érik el ezt a színvonalat, inkább ezt tudnám mondani. Köszönöm. Én azt mondanám, hogy nem is, tehát nem tudom így átmenetként nézni, én szakadással különolvasom a lírát és a prózát, és mind a kettőt nagyon, nagyon élvezem, és ezt az átmenetet, hogy valahonnan valahova tart, azt a lírán belül próbáltam ezzel az arszpoétika ívvel, tehát ez egy lehetséges irány, de úgy felrajzolni, hogy azt lehessen látni, hogy ő a kötött formáktól a szabad vers felé, az antik mintáktól a József Attila felé lép, és szerintem mindegyik állati izgalmas. Tehát én ezeket a meghatározott hatatlanságokat, amikről az Ágnes is beszélt, én ezt a líra olyan sajátosságának tartom, hogy minél poliszemantikusabb egy költemény, annál izgalmasabb a számomra. Tehát lehet, hogy most sokszor hangzott el az, hogy ellentmondás meg paradoxon egy versen belül, de hogyha előjelet is kell elé tennem, akkor ez
a csúcs. Tehát ez nagyon pozitív számomra a nem eldönthetőség egy versben. Vagy hát, szóval, hogy szerintem én itt ezeknél a verseknél, ennél a kilencnél, amit hoztam, lehet, hogy ott is van, és talán pont azt a kettőt hagytam ki, ahol kimutatható lehetne egy ilyen minőségbeli ingadozás, de én inkább azt látom, hogy ezek a versek egyformán is nagyon izgalmasak, és nekem különösen tetszik, hogy az ősz egy milyen végpontot mutat, és egy ilyen önértelmező metaforája tulajdonképpen ennek a hallgatásba fúlásnak. Nem tudom, szóval csak azt mondanám, hogy nem tudom ezt az átmenetet megképezni a líra és próza között, mert számomra csak így külön érvényes mind a kettő. Még egy mondatot szeretnék mondani, nem fért bele ebbe az előadásba az, hogy a Bárány című verset elemezzem, ezt majd írásban nagyon szeretném megtenni, de az is egy ilyen poliszemantikus vers, mert olvashatjuk egy műtétnek, olvashatjuk egy terhesség megszakításnak, és olvashatjuk egy költői önarcképnek is. És szerintem ez valóban ennek a korszaknak az egyik csúcspontja, maga a Bárány című vers. Köszönöm, nem tudom, hogy van-e még kérdés. Én csak annyit tennék hozzá, hogy számomra pontosan ez a poliszemantikusság, tehát ez a komprimáltság, ez bizonyos mértékig, majd fogok ugye a saját előadásomban is erről beszélni, úgy gondolom, hogy megjelenik a Szabó Magda prózában és az erős megszerkesztettségben, de pontosan, mint hogyha ez a poliszemantikusság lenne az, tehát ami hát sokkal kevésbé vagy vitathatóan jelenik meg a prózában. Hát kíváncsi vagyok, hogy mire jutunk a konferencia további részében. Körülnézek, hogyha nincs további kérdés, akkor úgy gondolom, hogy a kávé mellett folytassuk a beszélgetést, és negyed óra múlva várjuk ugyanitt a hallgatóságot. Köszönöm a figyelmet.
Kedves kollégák, megkezdjük Szabó Magda konferenciánk második egységét. Az interneten is nagyon sokan követnek minket. Azt hiszem, ez nagyon nagy siker, hogy ilyen érdeklődés mutatkozik Szabó Magda életműve iránt, és ezért felkérem Radvánszky Anikót, a Másuttok szenzációja Szabó Magda regényeinek térpoétikai sajátosságairól tartandó előadására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony és konferencia. Lehet hallani a hang. Tökéletes. Szabó Magda egész pályafutása során sohasem emelt kifogást műveinek biografikus olvasata ellen. Írásaiban könnyen ráismerhetünk az életrajzi én által exponált témakörökre, kérdésekre. A fényesen szép gyermekkorra, deklasszált családjára, a polgári és protestáns hagyomány fontosságára, az ország, illetve saját társadalmi rétegének, a vallási tradícióval és a női emancipációval is elej történetére, és mindennek mindvégig hangsúlyosan tekintett előadásomban kifejtendő topográfiájára. Szabó Magda művészetének egyik fontos fókuszpontja a család, mely kiegészül egy másik, legalább ennyire fontos meghatározó elemmel, a várossal. Az Ágyai Szabók és a jabloncaiak története összefonódik Debrecen történetével, a szűkebb családi millió hatása és determináló ereje egy közösség, és általa a századforduló és a két világháború alatti utáni korszak magyar társadalmának formáló és ihlető szerepével. Nagyon boldog voltál velünk itt, mondta egy este apám, mikor tárgyalagosan elmezték, mi legyen egyszer, ha ők már nem élnek. Majd le kell bontani, meg kell semmisíteni a színpadot. Mindent. Hallod? Figyelmeztetett anyám. Nem akarom, hogy hátra néz, nézz előre. A dokumentarista családregénynek, fiktív önéletrajzi regénynek egyaránt tekinthető régi módi történet első oldalainak tanúsága szerint azért íródott meg, mert a szülők intelme betarthatatlan. Az önkéntelen emlékezést nem lehet letiltani, a múlt színpada és annak szereplői folyamatosan kísértenek az elbeszélő tudatába. Kis túlzással azt is állíthatjuk, és én a következőkben ebből a perspektívából tekintek az életműre, hogy Szabó Magda szinte valamennyi művében a múlt színpadterének konstrukciójával és rekonstrukciójával foglalkozott. Írásaiban az emlékezet a múlt színpada, ahol a szereplők épp a díszleteknek köszönhetően nem esnek ki alapvető szerepeikből. Ebből a meglátásból kiindulva, önéletírás és térpolitika néhány összefüggését fogom a Régi Módi Történet című műve alapján vizsgálni, de megállapításaimat a jelzett vonatkozások mellett egyéb önéletrajzi szövegeire is érvényesnek látom. A Szabó Magda regények egyik bevett eljárása, hogy a szereplőinek bemutatásával párhuzamosan, vagy azt megelőzően külön fejezetben lefesti, ábrázolja az események helyszínét. Így van ez az Ókút vagy a Katalin utca című regényekben, ez szolgálja a jabloncai és a Rikl ősökkel foglalkozó Szkéné című fejezet a Régi Módi Történetben. A Szkéné, amelyben a Régi Módi Történet szereplői eljátszották a szerepeiket, nem kicsi. Magyarország hajdani tiszántúli területén két vármegyéje, Békés és Hajdú. A színpad, vagy Szkéné a regény egyik leggyakoribb, ha nem leggyakoribb szava a történések helyszíneinek megjelölésére, más műveiben is gyakran használja. A szó mondjuk így hagyományos denotációja azt sugallja, hogy a műben a térnek, mint keretnek, és a téren belül megjelenő dolgoknak elválasztásával kell számolnunk. A tér, mint forma, hátterét adja a történetnek. És amely a Régi Módi Történet esetén a ténylegesen létező topográfia tárgyalagos bemutatásával kivált a referenciális olvasásnak kedvez. A regény az egyik rétegét alkotó dokumentatív, non-fiction közléshez illeszkedve a helyszín részletes bemutatásával kezdődik. Az első hosszú fejezet krónika fejezések alapján a geológiai múlttól kezdve reális, adatszerű bemutatásban ismerteti meg olvasóját Sárét és Hajdúság történetével. A helyszín eredetének, genealógiának bemutatása természetesen párhuzamban áll a szereplők a regény fő célkütőzőségén megnevezett élettörténetének visszakeresésével. Családtörténet és településtörténet sokszoros összefüggésrendje a dokumentumokban foglalt adatokra alapozott, de nyilvánvalóan többféleképpen cselekményesíthető és értelmezhető életrajz által a kiemelt, hangsúlyosan színpadként láthatott helyszíneket már rögtön a mű elején eltávolítja abból a folyamatból, melyet az olvasást vezérlő metonimikus logika építene ki. A Szkéné közepén ez a város áll, ugye ez Debrecen. Jabloncai Lenke úgy ismerte a történetét, mint saját életrajzát.
Mondja el az életrajzát, utasítja a sápadt piruló növendékét. A főnöknő most meghallja a fonákját annak, aminek a színét Rikl Máriától már ismeri. Mint ha valaki ugyanazokkal a díszletekkel más színpadképet rendezett volna be. Ahogy a fent idézetben látható, az életrajz és kiterjeszthető színpadmetafora felhasználásai, felbukkanásai arról tanúskodnak, hogy a tér az elbeszélt élettel analóg módon, minden esetben valamilyen viszonyrendszer alapján konstruálódó, változékony és képlékeny. Még mindig az Kéré című fejezetben, a térséget dokumentáló szakasz után az első dolog, amit megtudunk édesanyjáról, Jabloncai Lenkéről az az, hogy a tervei között szerepel, hogy a túlvilágon fölkeres majd egy bizonyos Tonzon nevű angol botanikust, aki 1793-ban tett debreceni látogatása alkalmából több nem épp hízelgő sort, éppen hízelgő sor kísérletében a következőket jegyezte fel naplójában. Lugubris tónusú város. A dokumentarista közlés pandantjaként Jabloncai Lenke az elképzelt túlvilági találkozás során megkergeti a Debrecent lekicsinylő tudóst, és ebben a hajszában a város dicsőítő múltjának mozzanatait kiabálva a fejéhez vágja. A földrajzi és történelmi reáliák kereszteződésében egy város és egy újra teremtődő múlt színpadkévévé változik tehát Debrecen. A szkénék közepén ez a város áll. Merről tehát már a regény expozíciában egyértelmű, hogy mint földrajzi név olyan elbeszélő és egy időben metaforikus funkciót is betöltő szövegdarab, narratív trópus, melyből a hely rajza és képe mellett és helyett a megszólaló személy maga, illetve világának képe rajzolódik ki. Ami az Ókútban vette kezdetét, és a régimódi történetben teljesedett ki, a Fürelézet című művében válik visszavonhatatlanná, félreérthetetlenné. Nem kérdés többé. Szabó Magda az íróság egyszemélyes intézményét, az író létet mint szerepet, az íróvá válás útját avatta külső-belső témájává, vagyis egyszerre írói programmá és életcéllá. Ahogy Soltész Márton rámutat, ez szerep rendkívül tudatos, komoly marketing érzékenységről tanúskodó felépítése során a biográfiai civil életrajzi anyagot szabadon felhasználja ugyan, ám mindenkor alárendelte azt, egy magasabb irodalminak hitt tekintett valóságformának. Abban ugyan nem vagyok biztos, hogy ahogyan ő fogalmaz, Szabó Magda egyszerre önmaga hőse és áldozata is, de minden kétségét kizáró a műveiben a civil ember és az irodalmi hős bonyolult és változó viszonyrendszerével kell számolnunk. A saját életrajzi terébe belebonyolódó szerzőt, mint ahogy azt Kis Noémi tette, kimondottan günokritikai szempontból is érdemes megvizsgálni. Egy bizonyosnak látszik, az író hosszú és sikeres írói pályája alatt saját színpadán többféle szerepet is alakított. A mi szempontunkból elsősorban bármi nehéz ezt a különbségtételt fenntartani, fikciós és nem fikciós művei kronotoposzainak egymást cáfoló, olykor diszonáns viszonyrendszere miatt érdekes. Tegyünk itt egy rövid kitérőt. Szabó Magda az író, mint biográfiai személy, mindvégig tudatosan kapcsolódott eredetéhez. Családja és szülőváros a morális magatartását is meghatározó képletéhez. Mindannyian tudjuk, Szabó Magda számára Debrecen sokkal több, mint egy földrajzi hely. Sokkal több annál is, mint amit az ember számára a szülőföld, a gyermekkor szintere jelenthet. A város, sitem szerint alig, hanem a világ szíve és a nagy templom volt, idézem ezt a nagyon sokat idézett mondatot az Ókútból. Ebből a szempontból is érdekes, a gályarabságra ítélt kávinista prédikátor leszármazottjának, a szülőváros a protestáns egyházkerületének világi főgondnokává, majd teológiai, főiskolai díszdoktor avatása alkalmából elmondott beszédeit föllapozni. Rajongása mítosz szőtt Debrecen köré. Pontosabban fölnagyítva újra fogalmazta azt az évszázados mitikus látványt, melyben az emberi történelem és irodalom egyik főszereplője Debrecen, sőt nem csak főszereplője, de valamiként az egyetlen igazi karaktere, akit sokan és gyakran félre ismernek ugyan, de aki a protestantizmus hazai helytartójaként mégis napjainkig sugárzó erő és alakító példa marad. Ha van irodalmi kultusza a városnak, és ez nyilván nem kizárólag, de talán legerőteljesebben Szabó Magda teremtette meg, és viszonzásképpen az írónő szülővárosában, ugye kultikus tisztelet övezi, ennek dokumentumait igazán hosszan lehetne sorolni. A régimódi történet, ha létezne, ilyen irodalomtudományi fogalom, egyszer mint anyaregény. Szabó Magda a feledhetetlen anyának úgy állít emléket, hogy a múltra jellemző emberi asszonyi sorsot példaként állítva női társadalomkritikát fogalmaz meg. A mű legelején a következőket olvashatjuk, bocsánat, ezt elfelejtettem, tehát ez a
felavatásnak a szövege, vagy a képe is. Tehát a mű elején a következőket olvashatjuk. 1917. október 5-én Jabloncai Lenke befejezte önálló létét, tudomásul vette, nem juthat osztály részül, a legényekből ismert, a gyerekkortól a sírig kísérő gyönyörű szerelem, de nem lehet belőle zongora művésznő, nem lehet író sem, nem lehet ő belőle semmi. Azon a napon Jabloncai Lenke megszűnt élni, bár csak nem 54-ig lélegzett még, attól fogva csak a lányának volt története. Jabloncai Lenkének már nem. A régi módi történet reális korképe egy családnak és egy osztálynak. Fájdalmas rajz egy életnek, és azon túlmutatóan a korabeli emancipációs törekvések hiába valóságának. A nők testi és lelki kiszolgáltatottságának, a szexualitás és a tehetség kényszerű elfolytásának. Az elbeszélő tehát a jelenből pillant vissza a múlt színpadára, ahol anyjának élni rendeltetett, és akinek a történelem és az előtte járók megszabták, mondjuk így determinálták a sorsát. Ekként a családtörténeti kutatás elsősorban az anya életének titkait és beteljesületlenségeinek okait próbálja föltárni. Az elbeszélő egy helyen arról tűnődik, hogy a vidéki helyszín nem ismerők, a tőle távol élők a megintett közeget rendszerint valami együgyű és naív tájnak képzelik. A jámbor és harmonikus életek gyűjtőhelyének. A Kismester utcai ház több volt lakóhelynél, Bernanda rettenetes otthona volt. Vad szenvedélyek, meleg ánya, iszonyú színpad. Jabloncai Lenke lánya mindig is csodálkozott, mikor Budapestre költözve azt tapasztalta, saját és szülei gyermekkora helyszínét együgyű és naív tájiknak képzelik ott, s vannak, akik a vidékiekről azt hiszik, egy idilli táj, kicsit gügye lakói. Emlékei őrizték szülőhelye titkát, a bespalettázott ablakok mögötti rejtelmeket, indulatokat, a vidék elemi erejét. A regényábrázolás széttöri a provinciális idill és a századvégi századeli aranybéke mítosszát hamis elképzelését. A nők kényszerű szerepvállásának sorsdrámája, ugyanis a társadalmi játékszabályok szokásrend által topográfiailag különösen szigorúan kódolt vidéki várostérben játszódnak le. Szomorú és boldogtalan, szánalmas és megrendítő sorsok fuldokolnak a vidégiségben, az érdekek és megkövült szokások törvényeitől szabályozott életkeretek szorításában, a távlattalanság és beszorítottság embertelen életrendjében, a zártságban és alacsonyságban, a boldog békeidők látszatharmóniájú, közösségi és magántereiben. Vigasztalan a középosztályi dimenzióban elhelyezkedő élet, amely három generáció női karaktereinek, Gacsári Emma, Rikl Mária és Jabloncai Lenke különböző jelentésű terein, Szertó kifejezésével használatba vont helyein keresztül nyilvánul meg. A helyszínek leírása annyiban alakul át elbeszélésé, hogy metaforikus, szimbolikus értelemvilágokat hoz létre, s mint ilyen a Bachelard értelembe vett topoanalízisre, a lelkélet helyének feltérképezésre is késztet. Az elbeszélt helyek a regényben ugyanis mindig valamilyen konkrét történetet is működésbe hoznak. Nézzünk erre néhány példát. Sárét és Hajdúság vígjegyeken megszabta a régi módi történet szereplőinek élet lehetőségeit. Iszonyú szövegeket diktál, a saját szerepüket olykor nem is értő hősöknek. Gacsári Emma, akinek nagyapja nem más, mint Sárét krónikása, nem csak a kálvinista mikrovilágban, hanem országszerte is ismert, nagyra becsült pap, sorsa teljes kitaszítottság és dekadencia. Szinte törvényszerű, hogy a társadalmi normák elutasítása miatt a helyek hierarchiája szerint fölépülő tradicionális világ kitaszítja magából, otthonna talántá teszi, s így a patinás polgárházból az utcára kerül. A falu és város társadalmi és történelmi tudat és kulturális centrumot és perifériát a természetes és mesterségesen épített tereket jelentenek. Szabó Magnánál ráadásul a polgárság és a gentry nemesség konfliktusának leképezői is. Mindazonáltal az otthon zárt körét régimódi életkereteket elhagyó, szerelmi és vágyvezérelt frigyet kötő gacsári jabloncai házaspár által a természetközeli Tanya és a nagyváros Budapest, mindkét helyszín egy ideig a lakóhelyük, egy szemantikai mezőbe kerül azáltal, hogy e helyeken nincs vagy alig leszabályozott a társadalmi érintkezés, és mint ilyenek, mint erre több utalás történik a regényben, buja erotomán alkatuknak, vagy legalábbis ennek tekintett alkatuknak, hoz tökéletesen illeszkedik. Már az egykori kritika is kiemelte, hogy a regényben különösen figyelmet érdekel a kíméletlen őszintesség, mely az író a szexualitás szféráját, és ezen belül a frigiditás problémáját ábrázolja. Ez a már-már kegyetlen nyíltság, írja Erdődi Edit, ritka jelenség az irodalmunkban. A frigiditás, mely a cselekvési vágyal is mélyen összefügg, árnyalja az édesanyja Jabloncai Lenke passzivitását,
kitörni képtelen természetét. Az elbeszélő, aki vonatkozásban a többi önéletrajzi regény, az ókút és a fülelíze sommás magyarázataihoz, elhallgatásaihoz képest közlékeny, s több epizóddal megvilágítja az anya szavaival élve sajátos szexuális képletét, de ennél is érdekesebb, ahogy a szexuális alakzatai, mint ahogy a jabloncai gacsári házaspár esetén láttuk, a debreceni kávinista közegben mintegy beleíródnak. Ráíródnak a város és általában a helyszínek képére, az azokban kifejtett interakciókra. A szereplők közt tartozó, az általuk kedvelt és belakott, vagy akár csak bejárt tájékok helyszínek jellege, és a szexuális képletek hajlamok analógiájára számos példa hozható. Gacsári Emma megbélyegzésére például legtöbbször sárét, mocsáros, ingoványos talaját, lidérces tájékát leíró szavakkal történik. Emma kiszámíthatatlan volt, fellobbanó, indulatú, parázsló, mint szülőhelye a sárét. A Rikl-ház a regény egyik legfőbb színtere. E polgári otthon a ház topofiliai beállítottsága cáfolva nem az ellenséges erőkkel szemben védelmező boldog tér. Az itt nevelődő kislánke számára rideg és félelmetes, a gyermekkor traumáit, az elhagyatottság, elveszettség érzéseit elmélyítő helyszín. Rikl Mária, akinek a hit a lehetséges értelemvilágok és életkeretek kijelölésével egyenértékű, a ház lakótereibe a saját vallási bigotériája alapján osztja be és felügyeli családtagjait. Gyűlölt menyét, a református prédikátor és krónikaszerkesztő unokáját az udvari nagyszobába, a gyengének és megbízhatatlan vélt férfiakat, férjét és apósát, és a semmibe vett lenkét pedig a hátsó traktusba száműzi. A Rikl házhoz hasonlóan a Dóci Leánynevelő Intézet és az Apálca zárda lenke számára anya bűnös életével, feltétezett hajlammal szemben kifejtett az erotikáról lenevelődés helyszínei. A Rikl ház hátsó kertjében játszódik le az az ominózus jelenet, melynek során nagyanya az unoka számára a párzó macskákat demonstrálja, a szenvedélynek való tehetetlen kiszolgáltatottságot, amivel egy életre undorodást kell benne a testiségtől. A női zárt terek Szabó Magda írásaiban nagyon fontos szerepet játszanak, ezeknek szerepéről legutóbb Kusper Judit és Nagy Csilla értekeztek. A régi módi történet korrajzát táguló családtörténetéből nem csak a régi vidéki középosztály széthullását, erkölcsi világrendjének felbomlását ismerhetjük meg, hanem ennek a folyamatnak és világnak egy nagyon sajátos, nagyon konkrét változatát, a debreceni civisekét. És itt nem csak az a fontos, hogy a regény helyszíne ez a mennyire a városhoz kötött, hanem az, hogy a szereplők eszmevilága, értéktudata elválaszthatatlan a hagyományokra épülő, mindazonáltal eltorzult, ridegé és embertelenné váló vallási és etikai rendszertől, mely Debrecen szellemi arculatát e regényben oly jellegzetessé formálja. A 20. század elején a város már olyan interaktív térként fogalmazódik meg, amely egyrészt emberi aktivitások által teremtődik, másrészt amelyekben a térbeli elrendeződések egyértelműen visszahatnak ezekre a cselekvésekre. A régi módi történetben nem csak a statikus helyek sokat mondóak, jellemzőek a színhelyek közti utak és a mozgás jellege. Az opozicionális terek közöttiségében a zárt nevelődési terekből kiszabaduló jabloncai lenke megpróbálja belakni városának terét, önkéntelen is egyfajta városi kószállóvá próbál válni, természetesen sikertelenül. A kószálló alakjának megrajzolása idején, mint ahogy ez Baudelaire Találkozás egy ismeretlennel című művében is olvashatjuk, a város, mint a felvillanó szerem lehetőségének köztere, a női pozíciót is kijelöli, amely a város és a nő között teremt analógiás viszonyt, így nem véletlen, hogy Walter Benjamin kószálói kivétel nélkül férfiak. A 19. századi térhasználati normák férfi kódoltsága pusztán áruhában tette lehetővé a nő korlátlan térhasználatát, ahogyan erről George Sand 1831-ben keletkezett feljegyzéseiből is értesülhetünk. 100 évvel később Virginia Woolf Utazás londoni kaland című eszében a női flanőr nézőpontja furcsa kívülállóé. Az utcán járás, vagy utcajárás, a street hunting felkavaróbb élményterekként bontakozik ki. A századforduló Debrecenében az idegen helyen való tartózkodásnak is megvannak a maga szigorú szabályai. Lenke számára túlzott szépsége miatt ráadásul a fiatalok találkohelye, a korzó sem engedélyezett. Férjes asszonyként is állandó feltűnést kelt,
ahogy kilép az utcára. Jár Debrecen utcán jabloncai lenke, az emberek utána fordulnak, annyira szép, nem érzékelik csupa nyugtalanság, menekülni vágyás, csupa gond. Mégis egész életében állandó járási kényszere van. Anyám a legkevésbé otthon szeretett lenni, ha nem kapott meghívást, nem lehetett társaságban, vagy a nap bizonyos részén nem futatott végig a korzón, rosszul érezte magát. Ugye külön-külön lehetne hosszan elemezni ebben a regényben a főhős járásait, keléseit, szaladásait, menéseit, amelyet nagyon kidolgozottak. Ez a nyughatatlan mozgás, járás, kelés vágya a folyamatos elvágyódás kifejezője. Hiszen sorsa hozzáköti ahhoz a városhoz, ahol kivételes képességei csak parlagon hevernek. Debrecen tere nem lehet az emancipált életet vágyó nőnek, Debrecen nem lehet tere az emancipált életet vágyó nőnek, e városban soha se jut osztályrészül a teljes függetlenség, amelyben regényt és novellát írhatna, zongorázhatna, taníthatna, és végre megállhatna a lábán. Hogy indul meg az ember az írói pályán? Hogy indul meg az, akinek semmije sincs, csak egy vézna kisfia? Hogy indul meg itt, vagy egy nagyobb lehetőségek városában Pesten, ahol nem is olyan csoda már, ha egy asszony írónő? Budapest. Hogy menjen oda? Pestre kellene menni, mégis torlódtak, és aztán elszakadtak a gondolatok. Pesten Gacsári Emmer él a két kisfiával. Nem akar egy levegőt szívni vele, nem akarja kitenni magát a vele való találkozásnak. Olvashatjuk végül a főhős vívódásait, és aki, mint a regényből kiderül, csak azzal tud lázadni a bekerítő múlt és a kényszerű házasságba békőzött életek ellen, hogy gyermekét a jövő igényeinek megfelelő, modern nő ideál szerint neveli fel. Azt a gyermekét, aki a Debrecen szellemi örökségének és erkölcsi világrendjének privát kultikus tiszteletén túl, a város, mint egyszerre szociális tény és emberi tájkép komplex megragadásától szépirodalmi műveiben nem hátrált meg. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon köszönöm Radbánszki Anikónak, aki pontosan betartotta az időkorlátokat, viszont nagyon sok gondolatot keltett az előadása a tér poétika szempontjából is, és a mentalitás és a női mentalitás történetét illetően is. A következő előadónk Kosztrapszki Réka, aki az Én elbeszélés sajátosságai Kafka Margit és Szabó Magda regényeiben című elbeszélés című előadást fogja megtartani, ami nagyon szépen fog illeszkedni, gondolom, Radvánszki Anikóéhoz, mivel Kafka Margit időben a Szabó Magda édesanyjával stimmel össze. Tessék, parancsolj! Előadásom címe az Én elbeszélés sajátosságai Kafka Margit és Szabó Magda regényeiben. Kafka Margit és Szabó Magda írásművészetének párhuzamaira az elmúlt évtizedek során többen is felhívták a figyelmet. Lengyel Balázs azt hangsúlyozta, hogy mindketten olyan kivételes írónők, akik a férfi írókéval egyenrangú, mégis nőies regényeket alkottak. Nagy Péter, Szabó Magda Freskó című regényéről írt kritikájában pedig mindkét írónőt vérbeli női epikusként határozta meg. Ezt Szabó László az Özről írt kritikájában úgy fogalmazott, hogy Szabó Magda az emberi lélek, a nő lelkének olyan mélységei tárja elénk részletes aprólékossággal és őszintén, mint Kafka Margit. Bata Imre meggyőződése szerint Kafka Margit óta nem volt a magyar irodalomban olyan erőteljes, epikus tehetségű írónőnk, mint Szabó Magda. Erdődi Edith pedig úgy vélte, hogy Szabó Magda nagy elődje és bizonyos mértékig szellemi rokona Kafka Margit, és aki szintén belülről ad hírt arról a vidéki polgári értelmiségi rétegről, melyet több-kevesebb szálfűz a pusztulása utolsó stádiumához érkezett gendrihez. Az előbb idézett vélemények ellenére azonban nem születtek olyan elemző tanulmányok, melyek a két írónő műveinek elbeszélés technikáit vetették volna össze, holott az ilyen jellegű elemzések fontos eredményekkel szolgálhatnának, mind Kafka későbbi írógenerációk írásmódjára gyakorolt hatásának vizsgálatára, mind pedig Szabó Magda irodalmi elődjeinek meghatározásához. A most következő előadásomban a Színek és évek, valamint az Ősz című regények összehasonlítására vállalkozom. Azért esett a választásom erre a két műre, mert bár alapvetően különböző stílusban íródtak,
Mégis mindkettő olyan, egy-egy női főhős élettörténetére fókuszáló homodiegetikus elbeszélés, melyekben a narrátor és a főhős alakja egybeesik, ezért ezekre a vonásokra koncentrálva szeretném bemutatni az én elbeszélés technikájuk között kimutatható párhuzamokat, illetve eltéréseket. Noha mind Kafka, mind pedig Szabó Magda regénye én elbeszélés formájában íródott, a szereplői élettörténetek felidézésének motivációja eltér a két műben. Portelki Magda számára a régi időkre való emlékezés, a magány előzésére szolgáló időtöltés, sőt szórakozás, noha elbeszélésére a rezignált hang nem jellemző, míg Encsi Eszter egy tragédia, szerelme, Lőrinc halála hatására fogalmazza meg az élettörténetét, külön hangsúlyt fektetve arra, hogy az 50-es évek során írt önéletrajzaitól eltérően, most először beszél őszintén az életéről és a múltjáról. A színek is évek 50 éves hősnőjét az életkorra készítetti szenvetésre, míg az őz főszereplője, tehát ezeket a tragédiához vezető tetteit szeretné igazolni. Ez az önigazolási szándék egyébként Portelki Magdára is jellemző, ami erősen meghatározza azt a módot, ahogy magát és a többi szereplőt láthatja az elbeszélésben. Ugyanakkor ő Eszterrel ellentétben számtalan alkalommal reflektál egyrészt arra, hogy nem tud mindent pontosan visszaidézni, másrészt arra, hogy a mostani szemlélete nagyban befolyásolhatja azt, ahogy a vele történteket felidézi és értelmezi. Azaz tisztában van azzal, hogy az elbeszélés során önmagát saját élettörténete főszereplőjévé avatja, és ezáltal saját önazonosságát alkotja meg, és ez a fajta eljárás, fogalmaz Benyorszky Krisztián, a művészi világalkotásra mutat párhuzamokat. Ugyanez igaz Szabó Magda regényének hősnőjére is, aki az életrajzát olvasó káderesek elvárásainak megfelelően fogalmazza meg a saját élettörténetét, és konstruálja meg benne azokat a tényeket és történéseket, melyek által életrajza elfogadhatóvá válik. A művet alkotó monológiában megfogalmazottakat ezzel ellentétben a múltja teljes és kendőzetlen elbeszéléseként prezentálja. Mindkét regény hősnőjének élettörténetét az elbeszélő emlékidéző helyzet körülményeire adott reflexió fogják közre, melyek számos esetben az elbeszélést is tovább lendítik. A színek és évek első bekezdésében egy házának tornácán magányosan emlékező idősödő asszony képe bontakozik ki, míg az őz elbeszélőjének helyzetéről kezdetben csak annyi tudható, hogy valahol a szabadban tartózkodik, és csak a narratíva későbbi pontján derül fény arra, hogy egy temetőben a szerelme sírja előtt ülve emlékezik. A színek és évek ősnőjében a kerti szemlélődés során feltűnt részletek indítják el az emlékezést, mint ahogy az a diát szereplő mondatban is látható. Az idézett mondatot követően megtudhatjuk, hogy az imánok városi telke több utcányi hosszú volt, majd Magda arról beszél, hogy az ezen fekvő 2-3 ház eladása ellenére is hatalmas területen tudtak játszani a testvéreivel gyerekkorukban, majd az elbeszélő emlékidéző helyzethez képest egy évvel korábbi látogatása során szerzett benyomásait fogalmazza meg, vagyis azt, hogy a lebontott öregház miatt kisebbnek is jelentéktelenemnek látszik immár ez a terület. Legvégül pedig részletekbe menően felidézi, hogy játszottak itt a testvéreivel gyerekkorukban. A temetőben monologizáló Encsi Eszterben is számos esetben valamilyen jelen idejű történés hívja elő az emlékeket. Például az emlékidéző elbeszélő helyzetben látott bogár a szeretett apáról rögzült emlékképet hozza felszínre a főhősnő tudatában. Az előbbiekből adódóan Kafka művének elbeszélés technikája hasonló Szabó Magda regényéhez, hiszen az ő hősnője sem írásos tevékenység által rögzíti az életét, és az elbeszélő emlékidéző helyzet körülményeivel kapcsolatban is információkkal szolgál. A Magda esetében ezek az információk az őt körülvevő térre vonatkoznak, míg Encsi Eszter folyamatosan reflektál a beszédhelyzete szimultán történésekre is, ami miatt az őz, Doritkon terminusát használva, autonóm belső monolognak tekinthető. Emellett a színek is évek még kevesebb idősíkkal operál, mint Szabó Magda műve, és bár elbeszélésében számos monologikus betét található, formai tekintetben még inkább az emlékelbeszélés sajátosságaival bír. Kont szerint ezt anakronikus szerkesztésmód és asszociatív emlékezés jellemzi.
Azonban, mint azt majd látni fogjuk a későbbiek során, az elbeszélői tudatok megjelenítésének vonatkozásában számos párhuzam ragadható meg a két regény között. Mindkettő egyetlen szereplő szóramára épülő műben találhatunk olyan megszólításokat, melyek más személyek jelenlétét implikálják. Míg azonban Kafka regényében az ilyen megszólításra csak egyszer akad példa, addig az Őszben kezdetektől fogva végig kíséri az elbeszélést egy második személyű megszólítás. A Kafka regényből származó részlet apostrofként is értelmezhető, hiszen a mű ismeretében kijelenthető, hogy a megszólítás pusztán retorikai célokat szolgál, mint hogy a szövegben semmi nem utal arra, hogy Magda elbeszélésének fő tanúja lenne, sőt a narrátor számos alkalommal utal magányára, elszigeteltségére. Nem véletlen, hogy ez a megszólítás éppen a regény vége felé jelenik meg a szövegben, hiszen Magda lányainak adott tanácsából a saját fiatalságához, illetve asszonyéveihez való viszonyulása is kiolvasható. Ebből adódóan ez a rész egy olyan önmegszólításként értelmezhető, mely azt a célt szolgálja, hogy a beszélő a másikot címzett beszéd formájában egy olyan viszonyt alakíthasson ki, mely segítheti őt önmaga megképzésében, ami az élettörténetet felidéző szövegek legfontosabb céljának és motivációjának tekinthető. Az Őszben monologizáló főhősnő számtalan alkalommal intéz kérdést egy másik személy felé, akiről később kiderül, hogy nem más, mint Szerelmel Lőrinc, illetve szintén neki címezve magyarázza az életének egyes eseményeit, sőt olykor még az elbeszélő emlékidéző helyzet történéseit is kommentálja, ám mindezekre egyetlen alkalommal sem érkezik semmilyen reakció. A mű utolsó nagy részében azonban fényderül a narratív szöveg azon paradoxonjára, hogy a megszólított, az elbeszélő emlékidéző helyzet idősíkjában már halott, így ezt az eljárás szintén értelmezhetjük apostroféként, hiszen ezáltal a megszólított jelen nem lévő, halott vagy élettelen identitás jelenlévővé, élővé és emberi alakúvá válik, fogalmaz Barbara Johnson. A megszólítás tehát a regényben nem arra szolgál, hogy a beszélő kommunikációt kezdeményezzen a megszólított személye, hanem arra, hogy az események között ok-okozati kapcsolatot hozzon létre. Mind a színek és években, mint pedig az Őszben igen erőteljesen reflektált mozzanat a főhősnők elszigeteltsége, csak még éppen az előbbi regény esetében ez már a kezdetektől fogva nyilvánvaló, addig az utóbbi esetében csak apránként árul fel a helyzet az olvasó előtt. A másik személy megszólítás ezért mindkét mű esetében kiemelt jelentőséggel bír, hiszen olyan sajátos önmegszólítási formának tekinthetőek, melyek hozzásegítik a főhősnőket élettörténetük, illetve a felidézett történésekhez való viszony megfogalmazásához. Külön figyelmet érdemel a múlt és emlékezet összefüggéseinek szövegbéli vizsgálata. A két regény alapvető elbeszélői eljárása az analepszis, hiszen mind Magda, mind pedig Eszter korábban lezajlott eseményeket idéznek föl, és az élettörténetük elbeszélésének idősíkjában már minden lényeges esemény lezajlott. Az elbeszélők a visszatekintő perspektíva által ruházzák föl jelentőséggel velük történt eseményeket, valamint emberi kapcsolataikat. Az Őszt monologizáló főhősnője Magdával ellentétben egy olyan szereplőként ételeződik, akinek esetében nem merülnek föl emlékezési nehézségek, hiszen egyfelől minden őt ért szenvedés és igazságtalanság beleívódott az elméjébe, illetve az egyes emberekről alkotott, semmilyen tényező által felül nem írható véleménye, összefüggésben áll tragikus sorsával, melyet soha meg nem változó, soha fel nem engedő személyisége idéz elő. Ez az egyetlen szereplő tudatára fókuszáló elbeszélési forma nem csak a regényvilágot szűkíti le, hanem az olvasó értelmezési lehetőségeit is, hiszen más szereplők perspektívájához nem fér hozzá, és ugyanez a helyzet a színek is évek esetében is, melyben az olvasó kizárólag Magda szűrőjén és értelmezésén keresztül ismerheti meg az eseményeket. A művek időszerkezetét tekintve elmondható, hogy a lineáris történetmesélést folyamatosan megtöri a különböző idősíkokhoz tartozó emlékek felidézése, vagyis a múlt egyes eseményei között folyamatos oszcilláció áll fönn. Ez az oszcilláció az elbeszélő, illetve az elbeszélt én közötti dinamikát is megteremti, hiszen a főhősnők hol azonosulnak korábbi énjeikkel, hol pedig a jelenlegi nézőpontjukból idézik fel az eseményeket. Ebből adódóan és a felidézett emlékek idősíkjával összhangban a perspektíva is váltakozik attól függően, hogy a felelevenített időszakban a hősnő épp milyen életszakaszban van, és ezek a perspektívaváltások szükségesek ahhoz, hogy Kafka és Szabó Magda regényeinek elbeszélő szereplői egy nagyobb időtávlatból más szemmel tudják vizsgálni az eseményeket. Kafka regénye az
két típus keresztelődésének tekinthető, hiszen mindkettőre számtalan példát szolgáltat. Mivel funkcióban bír az, hogy az adott szövegrészben itt melyik narrációs típus érvényesül, és ugyanez mondható el Szabó Magda művéről is. A következőkben ezzel kapcsolatban szeretnék példákat bemutatni, tehát arra, amikor a szereplők múltbéli tudatát a jelen kontextusában már többlettudással rendelkező elbeszélőjén idézi fel. A színek is években használt egyik leggyakoribb elbeszélői eszköz az egybehangzó önnarráció, melynek során a narrátor teljes mértékben azonosul múltbéli énjével. A dián szereplő részletből látható, hogy az idézett szövegrészt az elbeszélőjén Magda múltbéli érzelmeinek összegzésére szolgáló reflexiója vezeti be, ezt követően pedig evokatív jelen időben, konterminusával élve önidéző monológ formájában idéződik fel a főhősnő akkori, zaklatott lelkiállapotáról tanúskodó eszmefuttatása, illetve a helyzetét előidéző okokon való töprengése, az évszakra, valamint a Losonczy Attilához fűződő viszonyának egyes mozzanataira tett utalások pedig időbeli távlatot is adnak az elbeszélt én monológiának. Ugyanakkor a monológban olyan mondatok is érkelődnek, mely annak idősíkjánál korábbra tehető történésekre utalnak, hiszen Magda múltbéli énje egyfelől a múltjáról utal, idézett. Otthon, ha megvádoltak is rossz nyelvek, és itt kifejti részletesen az ezzel kapcsolatos történéseket. Másfelől pedig párhuzamot is von az akkori helyzete, valamint a gyerekkorában sokszor emlegetett kitartott nők sorsa között, vagyis ebben az esetben több időség csúszik össze a múltbélien gondolatmenetének szó szerinti felidézése nyomán. Figyelmet érdemel továbbá az a monológ is, melyben Magda Vodicska Jenő halálát követően arról elmélkedik, hogy vajon kitől várhatna a gyengétséget és segítséget a szörnyű helyzetében, hiszen ebben az esetben is Magda múltbéli ényei gondolatai olvasható, és hát elbeszélőjén semmilyen mértékben nem reflektál arra, hogy később boldogtalanná váló házasságot kötött Horváth Dénessel. A veszekedésüket követő alkalommal Kafka hősnője az előbbi esethez hasonlóan teljes mértékben a múltba transzponált énje által jeleníti meg, így visszaadva azt, ahogy gondolatai a férje viselkedésére való magyarázatkeresés folyamata, a vigasztaláson való tépelődése, illetve a vigasztalás lehetséges következményeinek mérlegelései között oszcillálnak. Zöldben is találhatunk példát az ilyen eljárásokra. A dián látható idézetekben a főhősnő teljesen visszahelyezkedik a gyerekkori énje nézőpontjába, és úgy idézi fel a gondolatait, mintha azokon éppen most töprengene, vagyis az elbeszélőjén többlettudása semmilyen mértékben nem érvényesül. Az első idézetben a korábbi tudatállapot visszaidézése azt a cél szolgálja, hogy pontosan felidézze a szegénységben élő főhősnő gondolkodását, akinek szeme előtt csak a pénzszerzés gondolata lebeg. A második esetben a korlátozott tudással bíró elbeszélt én a előtérbe kerülése a narratív információk visszatartásával áll összefüggésben. Ez a mondat akkor fogalmazódik meg Eszterben, amikor megpróbálja kiszedni az osztálytársából és ellenségéből, Angélából, hogy tisztában van-e az apja hűtlenségével, ám a lány azt gondolja, hogy a főhősnő arra kíváncsi, hogy milyen problémái vannak a bátyjának, emilyenek. Ekkor azonban Eszter még semmit sem sejt ezekről a problémákról, így az olvasó, aki ezen a ponton csak annyit tud emiről, hogy már meghalt, tudása az elbeszélőihez hasonlóan korlátozott, és sokáig az is marad, hiszen a főhősnő nem is próbálja kideríteni, hogy mi lehet a baj a férfival. Ebben az esetben az elbeszélt én előtérbe kerülése és az események késleltetett elbeszélése a feszültségkeltés szolgálja. Az előbb elemzett esetekhez hasonlóan számtalanszor előfordul, hogy az elbeszélő főhősök evokatív jelen időben idézik föl bizonyos történések körülményeit, ahogy azt például Magda teszi a trónörökös színéri látogatására való visszaemlékezése során. A mű történet idejében zajló esemény vizuális részleteit az elbeszélő főhős rendkívül érzékletesen saját érzékelésén átszűrve és az általa fontosnak tartott részletek révén képes megjeleníteni, mely részletek bizonyára azért maradtak meg így a tudatában, mert ez a társadalmi esemény jelentős hatást gyakorolt rá. Az Őz Encsi Eszterében ugyancsak élénken élnek olyan számára jelentős emlékek, melyeknek a felidézése a jelen és a múlt egybeolvadásának látszatát nyújtja,
mint az az emlék, amelyben az édesapját névnapi alkalmából köszöntővessel köszönti fel. Az őz Encsi Eszterében, az elbeszéltén gondolkodás módjának visszaadása, illetve az elbeszélt és elbeszélőjén közötti távolság teljes megszűnése mellett a regények narrátorai számtalan alkalommal idéznek föl bizonyos történéseket a jelenlegi tudásuk birtokában, illetve számos esetben reflektálnak múltbéli tudások hézagosságára is. Portelki Magda például az édesanyja Pesten érő nővérétől kapott invitáló levél utóiratának felidézését követően az akkori és a jelenlegi élettapasztalatok által befolyásolt gondolkodásmódjának különbözőségére reflektál, valamint arra, hogy az időbeli távolságnak köszönhetően ma már világosan látja, hogy annak idején túlreagálta a dolgokat. Hasonló mondható el arra az esetről is, amikor a Losonczy Attilával való ismerettség felelevenítése során interpretálja a férfi dühös és sürgető viselkedését, amit véleménye szerint Losonczy csalódottsága idézett elő, mivel a színészi pályával kacérkodó fiatal özvegy vonakodó magatartásából azt a következtetést vonta le, hogy Magda nem komoly kapcsolat, hanem pártfogás reményében fogadta a közeledését. Az őzben szintén találtunk példát olyan esetekre, amikor az elbeszélő szereplő csak többé távolságából bizonyosodik meg bizonyos történéseket illetően, például az emlékezés idejét megelőző nap események nyomán döbben rá arra, hogy a barátnője Gizike gyerekkorában szerelmes volt Angéla bátyjába, illetve arra is reflektál, hogy a múlt különböző idősíkjához tartozó énjeinek tudáshiánya egy másik szereplő által számolódott föl. Látható tehát, hogy mind a színek is évekre, mind pedig az őzzel jellemző a két narrációs típus elegyítése is, mely attól függően jelenik meg a szövegben, hogy a főszereplők múltbéli tudatállapotának hiteles visszaidézése a cél, vagy pedig a jelen kontextusában többlet tudással rendelkező elbeszélő én reflektál a felidézett történésekre, az eltelt idő során felszámolódó tudáshiányra, valamint az értelmezési nehézségek leküzdésére. Mindkét műre jellemző, hogy az elbeszélő főhősnőkben egy-egy emlék felidézése egy újabbat hív elő, mely az emlékek egymásból kibomló láncolatát hozza létre. A színek is években ezeket az eseteket általában az egyes történéseket félbeszakító, elbeszélőjének tulajdonítható elbeszélői közöletések, reflexiók idézik elő. Magdában például a tükör előtti készülődés felidézése, illetve az édesanyjától örökölt szépség szemlélése hosszas gondolatsort indít el. Először az édesanyja szerelmi életét, illetve a Teregdi Péter által adott szerenádot eleveníti föl, szó szerint citálva akkori gondolatait, majd az elbeszélő főhős fiatalkorában természetesnek számító udvarlási módra vonatkozó, hosszabb időtávból megfogalmazott gondolatai következnek. Ezt követően Grossi a férfiak feleségeikhez való örökös visszatértéről való véleményét idézi és reflektálja, legvégül pedig meglepődve konstatálja, hogy gondolatai úgymond öregasszonyos módra elkalandoztak, majd a jelenlegi múltidéző foglalatossága, valamint fiatalkori tűnődései közötti párhuzamvonás követően ismét visszatér a gyerekkor eseményeinek idősíkjába. Az őszben is számtalan példát találhatunk az emlékek egymásból való kibomlására, amit általában valamilyen elbeszélő emlékidéző helyzetből származó impulzus indít el Eszterben. Ennek bemutatására a dián szereplő bogaras jelenetet szeretném felhasználni. Ebben látható, hogy a főhősnőben a menettel mászó bogár látványának hatására a természet búvár apa képe rémlik föl, majd a következő mondatokban magyarázatot ad arra, hogy miért nem beszélt róla soha a szerelmének. Ezt követően egy hosszabb bekezdésben idézi fel az apja kinézetére rögzült emlékképet, majd arról beszél, hogy a halott apja homlokát a kezével kellett letörölnie, mert akkor éppen az összes Irma nénitől kapott zsebkendő a padláson száradt, és elreflexiót követően az Irma nénitől kapott szűk cipők, illetve azok későbbi életére gyakorolt hatását eleveníti föl. Eszter azonban Portelki Magdával ellentétben sohasem reflektál az úgymond elkalandozásaira. A fentiek értelmében hát megállapítható, hogy Kafka Margit és Szabó Magda vizsgált regényeinek elbeszélés technikáiban számtalan párhuzam mutatható ki. Mindkét mű esetében pontosan meghatározhatóvá válnak az elbeszélő emlékidéző helyzet körülményei, melyek egyrészt a főhősnők magányát és szigeteltségét emelik ki,
Másrészt pedig az elbeszélés továbblendítésére szolgáló impulzusokat adnak az elbeszélőknek, ami által a regények narratívája akronológikusan szerveződik. Szólamaik olyan apostrofékat tartalmaznak, melyeket sajátos önmegszólítási formaként működve segítik elő a hősnők élettörténetének, illetve az azokhoz való viszonyuk kialakítását. Bár Kafka regénye nem tekinthető olyan autonóm belső monológnak, mint Szabó Magda műve, számos önidéző monológ található benne, melyek által a Portelki Magda eszmefuttatásai, töprengései rekonstruálhatóvá válnak. Mindkét regényre jellemző az elbeszélő és elbeszélt én közötti folyamatos oszcilláció, mely által lehetővé válik az emlék pontos körülményének felidézése, az időtávlat nyújtott a szereplői perspektívaváltások és az élettapasztalat hatására felszámolódó tudáshiányra való szereplői reflektálás. Mindez azt mutatja, hogy mindenképpen érdemes lenne a két írónő további műveit is összevetni, hiszen ez nem csak a két írónő életművének, illetve azok egymáshoz való viszonyának, hanem a magyar regény tudatábrázolási módozatai alakulás történetének vonatkozásában is további értékes eredményekkel szolgálhatnának. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen Kosztrapszky Réka előadását, és mivel időben vagyunk, szeretnék visszaélni azzal a lehetőséggel, hogy ezt a szekciót levezethetem, és valami kommentát hozzáfűzhetek. Radvánszky Anikó is, és Réka is említették Edőri Edit nevét, mint aki írt és fontosat írt Szabó Magdáról. Szeretném elmondani, hogy Edődi Edit egy monográfiát is írt Szabó Magdáról. Ez a monográfia azonban soha nem jelent meg. Történt ugyanis, hogy amikor híre ment, hogy Szabó Magdáról készült egy monográfia, akkor nem vagyok benne egész biztos, ezért most neveket nem mondok, de ez a monográfia eljutott a szerzőhöz, eljutott Illés Endréhez, és eljutott végül Szabó Magda felháborodása, mert nem tetszett a róla írott monográfia, Acél Györgyhöz, és visszajött az egész, és az egész monográfia nem jelenhetett meg. Amikor Erdődi Edit meghalt, illetve Erdődi Edit írásaiból szerkesztettünk az Irodalomtudományi Intézetben egy kötetet, szerettük volna ezt a Szabó Magda könyvet is kiadni, de ehhez a család végül is nem járult hozzá, mert hogy elmúlt az idő fölötte, vagy annyira régen volt, tehát Szabó Magda életében volt. De hogyha Szabó Magdát a korba visszahelyezzük, és a szerepét és a hatalmi lehetőségét, az elismertsége bizonyos fokán fölidézzük, akkor érdemes erre is gondolni. És mondok még egy párhuzamot. Majdnem ez az eset történt Fodor Ilonának I. és Gyuláról írott könyvével. Írt egy könyvet I. és Gyula pályakezdése és pályaútja egészen Párizsig. Ez a könyv egy kandidátusi disszertáció volt. Ezt a kandidátusi disszertációt visszautasították. Ugyanilyen hatalmi okokból, ugyanazért, mert I. és Gyula és I. és Gyula felesége interveniált. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a 70-es, 80-as években mi történt, akkor ezt is tudjuk a háttérben, noha nem tartozik közvetlenül a szövegekhez. És kérem most Pap Ágnes Klárát, hogy tartsa meg előadását Mi a baj a lekerekített történettel címmel. Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek a konferencián. És akkor hát először is magáról a címről. Én most egyébként szabadon fogok beszélni, tehát hogy kimondottan igyekszem a problémákra koncentrálni. Kérem, hogy majd, hogyha lejárt az időm, akkor szóljatok rám. Tehát ugye maga a cím is azt tükrözi, hogy egy olyan kérdést lemondtam arról, hogy egy konkrét műről beszéljek, és egy olyan kérdést vetek fel, amit úgy érzem, hogy alapvető kérdése, és a recepció egyik mindig felhozott, és nagyon sokszor inkább kerülgetett kérdése, amit ugye például Kapdebulóránt úgy fogalmazott meg, hogy méghozzá polemikus éllel, tehát mint amivel ő vitatkozni akar, hogy amolyan nemzeti lektűrként szokás Szabó Magdát számon tartani. Ugyanakkor ugye ebben a
a monográfia címszavaiban összességében, tehát ugye az írásában mégsem támasztja alá teljes mértékben azt, hogy miért is nem lektőr. De ugyanígy felmerülnek ezek a kérdések a recepcióban. Nyilvánvalóan azért is, mert Szabó Magda egy olyan korban írja az alapvetően történetelvű elbeszéléseit és regényeit, amely Ottlik kora, ugye a korai regények, vagy a prózafordulat kora, amivel szemben ugye magának Szabó Magdának is eléggé elutasító volt a viszonya. Néhány ilyen jellegű megjegyzésre, tehát ilyen tanulmányra utalnék is. Ilyen például az a beszélgetés, amiről itt már volt szó, ez a Szirák Péter által vezetett beszélgetés, amit az Alföldben jelent meg 2017-ben, ahol Szirák Péter így teszi fel a kérdést: ez mennyire jellemző Szabó Magda regényeire, hogy egyfajta egyensúly jelenik meg, hogy végül is minden, a jó is és a rossz is elrendeződik, teszi fel a kérdést. Vagy ugye az itt ülő Kis Noémi így fogalmazza meg: a hiány mindig betöltődik, végül sima a magyarázat. De a legbeszédesebbnek, nyilván itt még folytathatnám a példák sorát, a legbeszédesebbnek egy Ejzeman Györgynek egy a Mézescsók Cerberusnak kapcsán, vagy inkább ürügyén írott kritikájára hivatkoznék, aki kimondottan azt mondja, hogy Szabó Magdának pont azok a legjobb vonásai, amelyek szembe mennek ezzel a történetelvűséggel. Itt kimondottan az önéletrajzi elbeszélésről beszél, és azt mondja, hogy azok a vonások, amelyek elbizonytalanítják azt a technikát, amelyre egyébként támaszkodni látszanak. Ugye itt is kimondottan most nem is arról beszélek, hogy mennyire van igaza, vagy nincs igaza Ejzeman Györgynek, hanem arra, hogy ez is egy nagyon jellemző gesztus, amivel pontosan ezt a történetelvűséget problematizálja, ugye a recepció egy része. És akkor ugye ennek kapcsán szeretném felvetni azt, hogy az nem kérdéses, hogy Szabó Magda kerek történeteket nagyon jól és profi módon tudott írni. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan nem ez az alapvető kritika. De akkor, és akkor jön az előadásom címe: mi a baj a lekerekített történettel? És ehhez mottóul választottam Nemes Nagy Ágnesnek egy Szabó Magdáról, Szabó Magda köszöntésére írott rövid szövegéből a következő részt. Ugye ez az írás, amelyben szerkesztő írónak nevezi Szabó Magdát, és azt mondja: olyan szerkesztőíró, aki tisztában van vele, hogy a szerkezet az írói műben elsőrendű jelentéshordozó, kifejező energia. Tehát a kérdést úgy lehetne módosítani, hogy milyen jelentést hordoz, mit fejez ki akkor a szerkezet, ez a nagyon átgondolt, nagyon profi módon megszerkesztett prózanyelv Szabó Magdánál. Ehhez nem egy konkrét művet fogok választani, hanem azt vizsgálom meg, hogy milyen elbeszélés szerkezeteket kedvel Szabó Magda, és itt nyilvánvalóan először magára az élettörténetre kell felhívni a figyelmet, tehát hogy azt, hogy majdnem mindig életrajzokat ír Szabó Magda, illetve az elbeszélései hátterében nagyon jól rekonstruálható a szereplő életrajza, akkor is, hogyha felbontja az időrendet, de legtöbbször általában lineáris az életrajz elbeszélésének időrendje is. Aztán a másik a retrospekció jelentősége, és az, hogy hogyan használja fel a retrospektív nézőpontot Szabó Magda, és a retrospekción belül is külön jelentőség tulajdonítható annak, hogy mennyire kedveli az én elbeszélést Szabó Magda. Ugye az előbb Kosztrapszi Léka pontosan erről beszélt, az én elbeszélés jelentőségéről. Itt most arra nem térnék ki, hogy ezek az én elbeszélések
hol és mennyire önéletrajzi jellegűek, illetve a nem én elbeszéléseiben is mennyire használ fel önéletrajzi elemeket Szabó Magda. Most ettől függetlenül, tehát olyan életrajzi elbeszélések, ahol az élettörténet elbeszélésén keresztül a szereplő, az elbeszélő narrátor szereplő, akár önéletrajzi, akár fiktív szereplő, saját énjét alkotja meg. Ugye ez is pont az előző előadásra tudok hivatkozni, hogy ugye önalkotás az élet történet elbeszélése, tehát ugye méghozzá retrospektív nézőpontból való önalkotás. Ezen belül ugye még külön kiemelhető az, hogy Szabó Magda nagyon kedveli azt a fajta szerkesztést, amit a drámában analitikus szerkesztésnek szokás nevezni. Tehát mikor van egy jelenben lejátszódó, általában időben is koncentrált jelenet, ilyen van a freskóban, ilyen a Danaidákban, a Disznótorban, és a szereplők, itt többes számban ezekben az esetekben, felidézik lényegében az analitikus dráma szerkesztési módjához hasonlóan mindennek az előtörténetét. Tehát, hogy mi vezetett ehhez a konfliktushoz, ehhez a viszonyrendszerhez, ami a jelenbeli cselekménynek a tétje. Mindebből mi tükröződik, tehát, hogy mit látunk. Először is azt, hogy tehát maga az életrajz kedvelése, hogy Szabó Magda számára az ember rekonstruálható. Tehát ugye egy nagyon jól rekonstruálható emberkép, tehát hogy vannak ellentmondások, van olyan műve is, ahol az életrajz elbeszélhetőségét problematizálja, mint az előbb idézett űz. Talán ez az a regénye, ahol ebben a leginkább szélsőségig megy el. De ez a problematikusság, ez tematizálódik. Tehát, hogy ez problémaként merül fel, de ez a problematikusság nem hagyja rajta a nyomát magán az írásművön. Tehát nyelvileg nem fordul át nyelvi formába mondjuk az elbeszélés nehézsége, ugye, hogy egy az őzzel nagyjából, hát nem egészen kortárs művet idézzek. Tehát itt is ugye Encsi Eszter az űzben arról beszél, hányszor írta meg az önéletrajzát hamisan, és hogy a már halott, tehát már nem megszólítható szeretőjének miért nem mondta el, és mégis a nem jelenlévőt megszólítva fogalmazza meg, de az, amit mi olvasunk, az mégis egy rendezett önéletrajz. Tehát, hogy az egy jól rekonstruálható élet, tehát megjelenik a problematikusság, de ez a problematikusság inkább tematikusan és nem nyelvi formában jelenik meg. Tehát a szerkesztés ebben a vonatkozásban is nagyon hangsúlyosan érvényesül. Még érdekesebb a retrospekció és az a szerep, amit Szabó Magda tulajdonít neki, vagy hát amire felhasználja. Szabó Magda regényeiben majdnem mindig valamilyen célfogalom rajzolódik ki. Tehát ezek az életrajzok attól is kontinúsak, attól is folyamatosak, hogy valamilyen szárra fűződnek fel a szereplők életrajzai. Tehát tulajdonképpen a retrospekció egyben értelmezésként is működik. Tehát, hogy volt valamilyen célja az életemnek, teljesítettem ezt a célt, hogy ilyen egészen egyszerűen, illetve az értelmezés mellett egy értékrend is kirajzolódik, ami leginkább abban fogható meg, ahogy itt ugye elhangzott, hogy ezek az űzben is, és nagyon sok más Szabó Magda regényben is önigazolások ezek az életrajzok, hogy megérte-e. Tehát
Ebből a szempontból ugye akkor azt kell rekonstruálnunk, hogy milyen célképzet az, ami jellemző módon strukturálja a Szabó Magda regényeket. És itt sokat mondó az a tény, hogy Szabó Magda mennyire kedveli a párhuzamos életrajzokat. Tehát az olyan életrajzokat, ahol az életrajz az önéletrajz, saját önéletrajzának megalkotója, elbeszélője, narrátora, amellett, hogy saját élettörténetét elmondja, ezzel egyben egy másik szereplő életrajzát is rekonstruálja. Az Őszben ugye Angéla és Encsi Eszter, az ajtó is tulajdonképpen ide sorolható, ahol ugye az elbeszélő írónő, önéletrajzi főszereplőnő és Emerenc életrajza. Ilyen nagyon hangsúlyosan a Fürelize a regényben. És ezek az életrajzok, mint ez sokszor elhangzott a recepcióban, általában egymást kiegészítőek. Tehát ugye a kettő viszonya. És ez nagyon hangsúlyosan az érvényesülés, a siker és a tehetség kérdése körül, az önmegvalósítás kérdése körül, tehát hogy erre a kérdésre adott különböző válaszok, különböző variációk ezek a regények. Abban az értelemben is, hogy visszatérőek az önmegvalósító hősök, és itt egyrészt az önmegvalósításnak a női sorssal való viszonya az, ami hangsúlyos lesz. Másrészt pedig a tehetség, méghozzá kimondottan, hogy nagyon sok művészregényt ír Szabó Magda, de nem csak művész, író, vagy festő, vagy színésznő Szabó Magda hőse, hasonlóképpen mondjuk a Pilátusnak az Izája is, ugye, aki orvos, de hasonlóan ugye saját környezetétben saját lehetőségeit, saját képességeit maximálisan megvalósító hős. Ugye, tehát a tehetség, mint egy önérték látszik kirajzolódni ezekben a művekben, és ugye az a kérdés, hogy mit ér meg a tehetség érvényesítése. Tehát ugye az a kérdés tevődik fel. Ugye ez a másik oldalról is feltevődik ez a kérdés, az, és a tehetség meg nem valósítása, milyen felelőssége van a környezetnek, a társadalomnak, a családnak, ugye nagyon hangsúlyosan Szabó Magdánál, abban, hogy az adott szereplő nem valósítja meg a lehetőségeit. Itt annyira jó volt az az idézet, amit Anikó itt ki is vetített a régi módi történetből, és ezt a sors típust, ami egyébként hát nem csak a régi módi történet jabloncai lenkéjében fogalmazódik meg, hanem sok más Szabó Magda hősben. Ezt annyira jól megfogalmazza, ugye ez, hogy befejezte önálló életét, megszűnt élni. Mostantól már csak a lányának volt története. Tehát ugye tulajdonképpen a tehetségnek, a tehetség feladásának, önfeláldozásnak, vagy tehetetlenségnek különböző regényekben, különböző megfogalmazásokban ennek a kérdése rajzolódik ki ebben. Milyen emberkép, milyen értékrend? Értékrendre lehet következtetni ezekből a szerkezetekből, ezekből a jellemző sorsokból és jellemző konfliktus típusokból. Az egyik az, hogy maga az emberkép az tulajdonképpen ellentmondásos, de az ellentmondások nem feszítik szét ezt az emberképet. Tehát ugye az öntörvénycsű tehetségek önigazoló történetei, akár traumatikus sorsot átélt szereplő sem
Tehát az ő sorsa is rekonstruálható. Az ő története is elbeszélhető, még hogyha érzékeltetődik is. Tehát ugye egy alapvetően hagyományos emberképbe írja bele Szabó Magda az ellentmondásokat. Itt, ami ebből kimutat, az nagyon érdekes, ugye a hasonmás történeteknek az integrációja. Ugye a Führerize is akkor igazán érdekes mű, én egyébként, tehát általában a kritika ezt nagyon nagy lelkesedéssel, ritka kivétellel lelkesedéssel fogadta ezt a regényt. Noha én úgy gondolom, hogy sok a tényleges befejezetlenség a második rész, a teljes megírt második rész hiánya ellenére is, még a megjelent részben is van sok elvaratlan szál. De ennek ellenére ez akkor érdekes, hogyha komolyan vesszük azt a megjegyzését a narrátornak, hogy Cili tulajdonképpen én vagyok. És ugye hasonmás történetként olvassuk, ahogy ez a recepció is ezt mutatja, hogy újra meg újra visszatérő a Führerize elemzésekben ez az árnyék, alter ego, hasonmás kérdés és az ennek alárendelt értelmezés. Tehát ugye ez a lélektani kép, ez tulajdonképpen egy alapvetően egy hagyományos emberképet tükröz. A másik az az, hogy milyen értékrend rajzolódik ki, és itt érzem úgy, hogy nagyon erősen lekerekítő és egyértelmű ez az értékrend. Megmutatkozik ez abban, amit már Béládi Miklós észrevesz a tanulmányában, hogy Szabó Magda mennyire komoly. Tehát, hogy tulajdonképpen, tehát, hogy ő kimondottan ezt írja, hogy távol áll tőle az irónia és az ironizálás, majd mindjárt fogok mondani ellenpéldát is erre, de alapvetően a Szabó Magda által megírott sorsok, jellemzően női sorsok, és azok sikere vagy sikertelensége, ez nem nagyon ad teret az iróniának. Tehát ugye annak, hogy kérdéses. Ez arra mutat rá, hogy itt egyértelmű értékek tételeződnek, hogyha meg is jelenik az, mint az előbb említett űz esetében, hogy kérdéses az, hogy meg lehet-e ezt hozni, meg lehet-e alkudni, tönkre lehet-e tenni másnak a sorsát, saját sorsunkat, önmagunk érvényesítése érdekében, akkor is ez tragikus felhanggal történik. Tehát ugye egy klasszikus, tragikus értékvesztés fogalmazódik meg ebben a regényben is, ami az értékrend egyértelműségére, tehát ugye a Szabó Magda féle regények értékrendjének egyértelműségére mutat rá. Nyilván ezért is szeretjük a Szabó Magda regényeket, mert egy elég egyértelmű világot rajzol. Emberképében is, és értékrendjében még inkább egyértelmű világot rajzol, amiben a belső ellentmondások is, amiben a belső ellentmondások is integrálhatóak, és megnyugtatóan leírhatóak. Tehát ugye ez valahol a konfliktus kezelés módja is a leírás, az elbeszélés. Tehát ugye ezt tükrözi. Példaként az egyik ellenpéldámat már említettem ezzel kapcsolatban, és itt kérdezem, hogy mennyi? 6 perc. Jó. Az egyik ellenpéldámat, ugye a Führerizét említettem már ezzel kapcsolatban. A másik ellenpéldám, és én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a legjobb arcát a prózaíró Szabó Magda itt mutatja. A másik ellenpéldám az az Ókút című önéletrajzi mű lenne. Ugye ez a regény is életrajz, méghozzá önéletrajz. De mi az, ami megkülönbözteti más életrajzi jellegű regényeitől, illetve önéletrajzi jellegű regényeitől? Először is ez a mű nem
ebből a műből igazából persze egy világ rekonstruálható, egy ember rekonstruálható, de nem rekonstruálható életrajz, lineáris életrajz. Eleve az elbeszélés módja sem egy élettörténet elbeszélése, de ezen kívül a műnek a fejezetei tulajdonképpen esszészerűen bizonyos témákat vetnek fel, a szülők világát, a helyszín, de olyan témákat is, mint a színház élménye, vagy az időtapasztalat kérdése. És ezek a fejezetek nyilvánvalóan az adott 10 év gyermek, az első 10 év élményeiből időrendtől függetlenül válogatnak. Tehát ugye nem nyilvánvalóan ismerjük Szabó Magda életrajzát, beazonosítható, de ez már mind kívül van a regény világán, vagy akár összevethető más művekkel, de akkor is kívül vagyunk már a mű világán. Tehát, hogy maga a mű az nem egy lineáris életrajzot, sőt, kimondottan ennek következtében a mű egy kicsit fragmentalizálódik ugye ennek következtében. Aztán, amit kiemelnék, az a másik, amit kiemelnék, az az elbeszélt énhez való nagyon összetett, árnyalt viszony. Tehát ugye ahhoz a gyermek énhez való összetett viszony. Tehát ugye ebben először is nem rajzolódik ki egy célképzet. Tehát hiába ugye ott van az, hogy én most, mint Szabó Magda, önéletrajzi műről beszélünk, író lettem. De ez nem úgy fogalmazódik meg, hogy mert már gyermekkoromban is azért küzdöttem, hogy író legyek, hanem úgy fogalmazódik meg, mint annak a kérdése, hogy mi minden készítette ezt elő. Tehát hasonlóképpen jelen van témaként a tehetség, sőt, ami kimondottan ugye jellemző a tehetség megjelenítésére Szabó Magdánál a kivételesség, a kitüntetettség, de ez nem egy a tehetség megvalósításának történetére fűződik fel. Ugye ezért is nem lesz, nincs célképzet, tehát hogy többek közt ettől is esik szét a műnek az anyaga. Másrészt megmutatkozik abban ez az összetett viszony, ugye emiatt sok minden több kérdést emel ki, és tulajdonképpen sokkal összetettebb lesz ez a kép. Tehát ugye nem lehet igazából, hogy nagyon a laikus olvasó, mert azért első rendűleg mindannyian azok kell legyünk, laikus olvasók, és a saját laikus élményünkre kell épüljön az is, amit értelmezünk. Laikus olvasóként sem dönthető el, hogy ez most egy szimpatikus vagy ellenszenves ez a gyerek, tehát hogy így tegyem fel. Tehát ugye, de ez magában a szövegben is nagyon eldöntetlen tulajdonképpen, hogy milyenként rajzolom meg saját képemet. Az öntörvényűségnek mind a két oldalát, a szabadságot is, meg és a konvenciók felrugását is, nem csak pozitívan, hanem negatívan is megjeleníti a mű. Még jobban megjelenik ez abban, és ugye itt a kivételről ígértem, hogy beszélek, hogy itt nagyon gyakori az önirónikus, az énnek az önirónikus megjelenítése, tehát bizonyos emlékek felidézésekor annak megrajzolása, hogy hát a gyermekkori elképzeléshez hogyan viszonyul a mostani elbeszélőjén, ami megint csak ugye erről az ambivalenciáról tanúskodik. Tehát ugye ezért gondolnám, hogy ez az a műve, ami elsősorban és számomra leginkább túlmutat ezen a történetelvűségen. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen ezt a három nagyon érdekes előadást, és amíg az első hozzászóló fölteszi a kezét, hadd mondjam el, hogy a Mézes csók Cerberusnak egyik novellájában nagyon őszintén beszél arról,
itt sokszor előkerült a tehetség kérdése, és a tehetség és az önmegvalósítás kérdése, hogy van egy szerintem nagyon szívfájdítóan szép mondat, önreflexió, hogy akit a Jóisten az írás tehetségével megáldotta, az tulajdonképpen sohasem önmaga. Amikor csókolózik, akkor is saját magát kívülről látja, és ez egyszerre ráébreszti arra, hogy ő képes írni, de ugyanakkor elveszi az életnek azt a fajta elevenségét, amit a civil, a laikus, az átlagember az életében megél. Tehát itt van egy ugyancsak egyfajta ambivalencia. Kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni. Van időnk? Igen? Köszönöm szépen. Pap Ágnes Klárához szeretnék egy kérdést intézni, és egy kicsit megindokolni a kérdésemet, az iróniára szeretnék rákérdezni, és arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit itt a Béládi hivatkozással, ha jól értettem, akkor te is nyilván ellenpéldákat is hoztál, és egy kicsit vitában is állsz vele. Én ezt egy kicsit az intertextualitás szempontjából szeretnék erre konkrétan rákérdezni, ugyanis felettébb vonzódom az ilyen típusú megközelítéshez, és azt látom, hogy ez kapcsolatban áll azzal, amit mondani szeretnék, amit a művész regényekkel, vagy művészléttel kapcsolatban említettél, vagyis, hogy amikor ezek a művész problémák feljönnek, a regényben az irónia, vagy az ironikus motívum behozatala, az mindig egyfajta jelentős fordulatot eredményez, hogy akkor most valami konkrétat mondjak. Tehát ugye Encsi Eszter esetében is tudjuk azt, hogy regény során az végig felmerül, hogy hát ő drámai hősnő, milyen szerepei vannak, és amikor a tragikus vétséget, tehát ezt a rituális gyilkosságot ő elköveti, akkor egy gyerekjárt, egy medveállarc van rajta konkrétan, amikor azt mondja a Lőrincnek, hogy jobban szeretnek szeretőnek, akkor egy gyermekjáték, tehát előtte egy szerepet játszott, egy ilyen szerepet vesz észre. Aztán a régi módi történetben, amikor behívódik, ugye ez egy Anikó által választott idézetben is rendkívül jól kijött, hogy a Bernarda történet jön be, ugyanakkor a hősnőt, az mégiscsak egy limonádé regény, a Jön a rozsonát lesz az, ami alapvetően meghatározza a hősnőt. Tehát egy ilyen sajátos, ironikus kapcsolatban van ezzel a tragikummal, ami aztán a pillanatban például meg is jelenik, hogy amikor a Pütiához kerül Éneisz, akkor azt mondja, hogy ez egy annyira koszos, ronda nőszemély, hogy ez aztán nem is lehet papnő. Tehát egy nagyon ironikus és hosszú leírás van erről. Tehát ilyen példákat, vagy ha a freskót nézem, akkor tulajdonképpen a művésznőt, vagy a festőnőt, hát egy graffiti, egy gyerekkorában felkarcolt graffiti az, ami tulajdonképpen megmutatja, hogy ő hogyan látja ezeket az embereket, vagy hogyan látja ezt a történetet. Most elnézést a hosszú megjegyzése, tehát ezekkel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy látsz-e ilyen lehetőséget akár az intertextualitásban, akár más eszközrendszerben, tehát az iróniának, illetve az árnyalásnak ebben a módjában. Tehát látsz-e ilyen lehetőséget, akár így, akár máshogy. Köszönöm, és elnézést a hosszas. Így, ahogy feltetted ezt a nagyon jó kérdést, nekem csak így járt az eszem, hogy vajon ez valóban ironikus-e? Ezekben a regényekben, ezek a részletek. Tehát, hogy alapvetően kétségbe vonják-e azt az értéket. Tehát az, hogy Encsi Eszter medve állarcban követi el a gyilkosságot, ebben én például sokkal inkább látom azt, hogy nem tud önmaga lenni, ahogy ugye nem tudja megírni az életrajzát írott formában sem, de összességében ez nem vonja kétségbe, nem ironizálja az ő sorsa ábrázolásának a tragikusságát, saját önszemléletének a tragikusságát. Tehát, és újra kéne néznem, újra kellene gondolnom, de lehet, hogy, tehát, hogy mint hogyha a többi helyzetben, tehát a többi példád is hasonló lenne, mondjuk a freskóban,
ott az irónia szintén nem az önmaga megvalósításával szemben és annak értékével szemben működik, hanem tulajdonképpen az elhagyott család ábrázolása, mint egy leleplező, azt mondanám. És én itt inkább ahhoz kapcsolódnék, amit Széchenyi Ági mondott, hogy ez a fajta felelősség és elhivatottság, tehát hogy mint egy kötelességként jelenik meg a tehetség megvalósítása, amivel felelősséggel tartozik az, aki úgymond hordozza ezt a tehetséget, mert ez nem is övé, nem is az övé, csak rá van bízva, ami nem teszi lehetővé, hogy ez komolytalanul, valóban alapjaiban ironikusan merüljön fel. Átadom a szót, mert látom, hogy itt már egyezkedések folynak, hogy ki legyen a következő. Gilbert Edith vagyok. Radvánszky Anikótól azt kérdezném, hogy van-e olyan szótár, én az oroszoknál látok olyan lexikográfiákat, ahol rá lehet keresni a legtöbbet használt szavaira az adott szerzőnek, hogyha van már Szabó Magdáról is ilyen, akkor elnézést. Említetted a szkénét vagy a színpadot. Vajon ezen kívül melyek a legtöbbet használt szavak, mit gondoltok, mit gondolnak? Tudom, hogy az első szekcióban, a lira szekcióban volt erről szó, hogy a lirai életműnek a kulcsszavai. Kosztrapszki Rékától azt kérdezném, hogy beszéltél ugye megszólító formáról, egyszer második személyű formáról, amelyben az őz íródik, de egyben önmegszólítónak is nevezted meg autonóm belső monológnak, de lehet, hogy kihagytam egy láncszemet, hogy ezt a kettőt együtt valamilyen terminussal esetleg ellátod-e? Tehát az autonóm belső önmegszólító monológ és a téged a megszólító monológra együtt, tehát hogy ennek az elbeszélői formának milyen terminust adnál, és Pap Ágnes Klára nagyívű szabad előadását rendkívül élveztem, de majd holnap délelőtt az én előadásomban szeretnék reflektálni. Hát tulajdonképpen ugyanezeket az elemeket rázom össze egy koleidoszkópban, és egy másféle konstelláció más összképet mutat. Köszönöm. Nehéz kérdés. Olyan ilyen Szabó Magda szótáról én nem tudok, hogy elkészült volna sok költő-írói szótár. Pedig hallanak? Csak közelebb. Tehát erről nem tudok. Én így rákerestem a különböző ilyen digitális kiadványokban, és tehát regényben nagyon föltűnő, hogy a színpad egy ilyen állandó szó, metafora, és rengetegszer, és azokat a regényeket, amiket így újra olvastam ott is a helyszín leírásánál, ez egy ilyen alapvető terminus. Egy pillanatra még, amit az Ági mondott, így összekapcsolnám itt a színpad kérdését, hogy ezzel a drámaisággal, hogy ugye itt van egy ilyen a drámai szerkezetre is fölépít a regénynek ez az expozíció, ez nagyon érdekes a regény expozíciója, hogy egyszerre hoz egy ilyen eposzi bemutat enumeráció, és van ez a drámaiság, tehát hogy az első lapon tulajdonképpen a Kismester utcai ház lakóit bemutatja, mint egy drámaszöveget kezdenénk el olvasni. Tehát ez a színpadszerűség, ez hangsúlyos, nagyon hangsúlyos. És akár adott esetben ez a tragizáló vagy tragikus világképpen, emberképpen. Volna egyetlen egy megjegyzésem így az irónia kapcsán, hogyha nem zavarom meg a sorrendiséget, hogy ami hát nem az emberkép, hogy mondjam, teljes olyan klasszikus emberkép megkérdőjelezését jelenti, vagy ki tudja, de hogy hát azt gondolom, hogy a férfiak nagyon sokszor iróniával vannak szemléve Szabó Magdánál. Tehát, hogy így az óriási nagy heroikus nőknél, a küzdőnőknél, az önmagukat kiküzdőnőknél, hát ott van ez a sok-sok alárendelt, szerencsétlen kinevet. Tehát, hogy aki nem tudja igazán megragadni az életét, csak a társadalmi státuszánál fogva kedvezőbb helyzetben van. Ez nem biztos, az egész emberképet felrázná, csak így ezt így eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Én az apostrofé kapcsán itt arra gondoltam, hogy ugye ez a egy szám második személyű megszólítás, ez csak retorikai értelemben szól az illetőhöz,
de valójában ugye az a funkciója, hogy ezáltal egy ilyen viszonyítási pontot alakítson ki az elbeszélő, és ugye ezeknek a kapcsán fogalmazza meg azt, hogy mit miért tett az életében. Hát, hogy én így ennek még ilyen új terminust így nem tudnék most mondani. De hogy itt tényleg, hogy itt ezzel függ össze ez a kettő dolog. Tehát, hogy nem ugye egy élő személyhez beszél, vagy mondjuk a Színek is években a Portelki Magda, ott nem az a célja a megszólításnak, hogy most tényleg egy jelenlévő szóljon, hanem így, hogy meg határozza azt a viszonyt, ami a női sorshoz, az ő női sorsához fűzi, és hogy ehhez képest szeretné, hogy ők valamilyen másféle sorsot alakítsanak is, ahogy mondja az elbeszélésében, látja is, hogy már ilyenek lesznek, és ez egy ilyen megerősítő gesztus, hogy szerinte is erre lenne szükség, hogy folytassák a saját útjukat, és ne az ő sorsát ismételjék meg. Köszönöm szépen. Van-e még Ginti Tibor? Köszönöm szépen. Ági előadásához kapcsolnék röviden, és még rövidebben Rékáéhoz. Ugye, tehát itt egy nagyon szép nagyívű áttekintést láttunk, amelynek a megállapításai imponálóan meggyőzőek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb tézis abban, amit mondasz, az az értékrendnek az egyneműsége. Mert ugye az áttetszőség, vagy nevezik itt a túlzott áttetszőség kritikáját, ez vetheti föl. Én nem gondolnám, hogy a történetelvű próza maga, az mert néha szinonimaként, mert nyilván szabadon beszéltél, amiért csodálunk is, hogy itt mindannyian olvasunk, te pedig bátran, férfias bátorsággal vállalt az előadást, a szabad előadást. De ugye a történet elvű próza tekintetében szerintem, hogy mondjam, tehát a prózafordulattól adódóan ez ilyen, kvázi kötelező elvárásként jelent meg, ez szerintem ma már nem igaz. Tehát az más kérdés, hogy ha a kerek történet nem csak mondjuk a cselekmény, hogy is mondjam, struktúráltságára értjük, hanem az értékrend is nagyon zárt, ha ebben értjük, bocsánatot kérek, akkor ahhoz nem fűznék kommentát, de egyébként amit mondasz, szerintem az meggyőző. A másik az, hogy amit még mondanék, hogy azért egy kicsit néha szerintem hagyományosabb szerkezetűnek gondoljuk ezt a prózát, vagy ennek bizonyos szövegeit, mint amilyen. Mert bármennyire is valóban mozaikszerűleg utólag mondjuk rekonstruáltó egy élettörténet, de a linearitást nagyon sokszor kikezdi. A kronológiát nagyon sokszor megtördeli, és ez még abban az esetben is fontos, hogyha utólag, nem mindegy, hogy milyen módon tördeli, hézagmentes lesz, amit utólag összerak az olvasó, vagy nagyon töredékes, de egyszerűen az, hogy nem kronológikus az előadás. Ugye logikailag nem érvényes, de mégis ezek az előfeltevéseink működnek. Valami után történik, erre azt gondoljuk, hogy az abból következik. Tehát okozati összefüggés, ezt már Muzil is kiemelte. Tehát lényegében akkor, amikor nem sorrendben mondunk el dolgokat, akkor egy komoly lépést teszünk afelé, hogy az okokozatiság elvét bontsuk, mert általában, ha nem is igaz, mert természetesen nem igaz, hogy ami valami után következik, az biztos abból következik. És én azt gondolom, hogy azok a regények, amelyek erősen bontják a kronológiai rendet, ebből a szempontból talán nyitottabbak, és még egy, hogy talán a figuráknak a személyisége az azért nem annyira hagyományos. Én néha úgy érzem, ezt lehet, hogy kivívom az ellentmondást, én néha úgy érzem, hogy a nyugat első nemzedékében nagyon radikálisan tematizált a személyiség megismerhetetlensége vonatkozó kijelentések narratíven nincsenek megoldva. Tehát például azt mondom, hogy az aranysárkányban sokkal erőteljesebben van tematizálva a személyiség átláthatatlansága, mint hogy az narratíve meg van csinálva. Na most ehhez képest azért szerintem itt van elmozdulás ebben még Szabó Magdánál is. Annak ellenére,
hogy természetesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy nála az irónia az mondjuk így, hogy nem végtelen abszolút negativitás, mint ahogy Kosztolányinál, hanem lokális, tehát figurákra vonatkoztatott. Ez a, de mondom, imponáló volt az előadásod, és Rika előadás is nagyon tetszett. Arra gondoltam még, ugye nem olvastam most újra frissen ezeket a szövegeket, de az összevetésnek esetleg egy érdekes szempontja lehet, ahol mutatkozik különbség is, hogy a Potelki Magda pozíciójában, ugye abban a tekintetben azt hiszem, hogy a megbízható, elbeszélő pozíció erősebb, nem az emlékek tényszerűségében, hiszen sokszor tematizálja, de mondjuk így, hogy az erkölcsi ítéletek tekintetében, tehát hogy mondjam, vagy fogalmazok így, az ideológiai nézőpontnak a tekintetében, az is, hogy a nőt egy kicsit az életen kívülre helyezi, úgymond már nincsenek, nincs ambíció arra, hogy valamit tudatosan másképp mondjon el, míg szerintem az ő esetében ebben a többi életelbeszéléstől látványosan ugyan leválasztott elbeszélésben, de az én olvasatomban fölmerül ennek az elbeszélésnek az őszintessége. Tehát az, hogy továbbra is szerepet játszik, ráadásul működik egy olyan önigazolás-szerű dolog, tehát ez a nagy vallomással én most ugye tulajdonképpen leróvom az adósságomat, hogy itt valójában, és ráadásul színésznő, tehát ez a pozíció szerintem az elbeszélői megbízhatóságnak az értékrend és az ideológiai vonatkozásában az őznek az elbeszélőjét megbízhatatlanabbnak mutatja, és ennyiben tegyük hozzá, hogy a modernség ízléséhez közelebb állónak. Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Igen? Tibor, nem, mert a felvétel miatt fontos. Nem. A felvétel. Gintli Tiborom föllelkesedtem itt a női narráció kutatása. Rékának szeretném mondani, hogy a Kafka Margittal való párhuzam, ugye nagyon érdekes volt, szépen kidolgozott, de a Kafkának azért már létezik egy frissebb olvasata, ahol mondjuk nem a színek és évek felől nézzük a Kafkát, hanem mondjuk kicsit talán modernebb én elbeszélési technikát megvalósító állomások felől. Tehát is egy picikét ez egy átrajzolhatná ezt a párhuzamot, tehát hogy ezt ajánlanám, hogy ebből a szempontból meg lehet mozdítani. Nagyon beszédes volt, hogy a recepcióból, hát ha van ilyen férfi kritikus, ugye ironizálok ezen a dolgon, de minden esetre, hogy ezt a kritikai vonalat idézted. És ők, ez a kritikai vonal igyekszik megteremteni ezt a fajta párhuzamosságot a Szabó Magda és a Kafka között, és vigyázunk ezekkel a dolgokkal, hogy az egyetlen női, meg a legjobb női, tehát ez mindig kicsit kizáró csak lehetőség. Tehát a férfi kritikának egy kizáró aspektusa is. Tehát ez kritikával olvastam ezt a fajta kritikát, csak ezt szerettem volna mondani a tiédhez. És a Pap Ágnesnek meg szeretném mondani, hogy hát igazándiból szerintem ez egy séma. Tehát amit a Szabó Magdánál most hát nagyon nagy ívűen vázoltad egy ekkora életműnél, hogy miről szól milyen politikai eljárásai vannak, miről szól a narratíva, hogyan lehetne értelmezni. És hát szerintem ez egy olyan fontos, önerősítő gesztus a női irodalomban, ami még a Virginia Woolfnál is megvan, vagy a Lesznai Annánál. Tehát ez egy nagyon érdekes észrevétel volt. Most itt nagyon meg vagyok ezzel hatódva, de szerintem ez lenne egy fontos irány a kutatásnak igazándiból továbbiakban. Köszönöm. Nem tudom, ha válaszolni szeretnétek, mert ezek már csak megjegyzések szerintem, hogy most fedeztem fel, talán ide kapcsolódik, hogy 86-ban, amikor az emlékiratok könyvét olvasta a Szabó Magda, akkor nagyon lelkesedett, pontosan ezért, mert olyan ironikus alakzatok vannak benne, amelyeket ő fantasztikusnak tartott, és abszolút magáévá tette. Eszterházi Péter kedvenc regénye Mindig elmondja az ókút, tehát lehet tudni, hogy van kapcsolata a posztmodern prózával, de most jön a 90 után, viszont Szabó Magda nagyon leszámol a posztmodernnel, tehát megharagszik ezekre a szerzőkre, és
ennek inkább szerintem ilyen kulturpolitikai okai lesznek, majd erről fogok ma beszélni. Ami viszont nagyon érdekes, hogy 89 után beindul a könyvpiac, tehát megszűnnek ezek a nagy kiadók, ugye ahol sorba kell állni, szép irodalmi magvető, megszűnik a monopólium, ami nagyon jó. Először elszomorodik Szabó Magda, mert fél, hogy őt már nem fogják kiadni, meg ő nem fog tudni olyat írni, amit ezek a kis kiadók majd kiadnak, és piacra dobnak, és megvásárolnak az emberek. Ez majd tudjuk, hogy nem így lesz, Osztovics Levente és sokféle kiadónak köszönhető. Viszont ő nagyon mérges lesz ezekre a leegyszerűsítő női regényekre. Tehát az többször hivatkozza, és az többször elmondja Szabó Magda interjúban is, hogy abszolút nem érzi, hogy ő ide kapcsolódik, nem érzi ezt a populáris női regénykultúrát magáénak, és mindig nagyon komolyan kritizálja. Tehát a sematikus, női életutat ábrázoló, kizárólagos női regényt nagyon-nagyon elítéli. Ez csak egy ilyen érdekesség, hogy ezt így most én is így összehasonlítgattam, hogy ő mit gondol a 90-es évek irodalmáról, meg 86 után a magyar prózáról. Ez csak ilyen... Nagyon szépen köszönjük Noémi hozzászólását. Ha valakiben valami benne ragadt, azt az ebédszünetben és a kötetlen beszélgetésben folytatjuk, illetve akik még ezután fognak előadni, beleszűhetik az előadásukba. De az az igazság, hogy amikor ezekről a struktúrákról beszéltetek, folyton Nádas Péter járt az eszembe, hogy a Nádas Péter struktúrája és a Szabó Magda struktúrája és ezek teherbíró képessége és mit eredményeznek, ezek látszólag teljesen távol álló világok és mégis érdekesek. Köszönöm szépen a délelőtti türelmet, előadásokat, hozzászólásokat. Technikai információt mondanék, tehát 14 órakor pontosan fogunk kezdeni, ahogy most is eddig mindenki példamutató pontossággal ragaszkodott a megadott időkerethez. A másik dolog pedig azt szeretném mondani, hogy azok az előadók, akik mára ebédet kértek,